Hölgyeim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 6 óra után 14 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, bello, drága hallgatók, hűvös reggelre ébredtünk, 6 fokot mért az autóm, hello Feri, hello Eszter, jó reggelt. 6 fok? Szerencsés fok, vagy, én 3-mal nyertem. Hú, basszus, csípős, és kisétáltam egy ilyen 10 éve kinőtt, 3 mérettel kisebb, a mosásban még inkább összement újszülött pólóban. Hasipacsi póló vagyok. Igen. Nem véletlen ez ott, azért dagadnak az izmok. Oké, az dagad, gyerekek, de ne, a kocsiból jöttem rá, van egy másik póló, lehet átveszem. Az jó volt 10 éve. Tetszik. Jó volt 10 éve, de kicsit úgy látszik, sötétbe öltöztem. Nem, hát egy picit kicsi. Meg azért most már jól lenne, lehet egy hosszú ujjú, tudod, amikor úgy kijössz a házból. Rám ne néz. Semmi kabátot nem is vettél. Én az ég egyetlenül. Én kiléptem az ajtót, és rájöttem, hogy csipős ez az október. Csipős az október, gyerekek, és menészem a kocsin, és 6 fok. Úgyhogy nappal még azért kicsit meleg van. Tehát, hogy ez még szandálos idő. Igen, hát egy jó felfázás után az lehet. Zoknival, szandál zoknival. Én szerintem nincs hideg. Hidegnek érzitek ezt most. A levegőt. 6 fok, azért az csípős. 5 fokból indultam, és 6,5 lett a városba. Azért az úgy kell már egy kicsi fűtés, egy kis ülésfűtés a popim alá, egy kicsi meleg levegő, keverve. Na, ilyen szobacicák vagytok azon. Igen. Szobacicák vagytok, azt szeretek ott. Jó, én megyek aki az erkére. Büntetésben vagyok. Rosszul viselked. Nem, jön az eső holnap, és akkor elhatároztam, hogy akkor ma még megtolom. Egy 6 fokba fogsz kint aludni? Igen. Megszáradtak is, matracom is, úgyhogy irány az erkély. Várna téged egy nyírad, hogy majd 2 fok van. Az jól hangzik. A bátraknak szól. Igen. Az a bátrak, igen. Nálunk bekapcsolt a fűtés is egyébként. Már a lakásban eddig még nem, de most volt az első éjszaka, hogy elindult. Tegnap én is elgondolkoztam azon, hogy az árulók alatt tegyek-e a kandallóra, de aztán végül nem tettem. Néztétek az árulókat? Hogyne. Néztük. Hát ne viccelsz. Nagy dolgok történtek. Árulások, leleplezések, csalások, csalódások, föladások, hiszik. Szőkeasszony, behisztizett, hazament. Igen. Szőkeasszony, az Erika? Erika, igen. Az X-faktoros lány. Erika azt mondta, hogy eddig is ne tovább. Az X-faktoros lány az egyszer csak reggel nem jelent meg, és akkor mondta az Attila, hogy igen, egészségügyi okokra hivatkozott. Na most ebben nagyon sok minden benne van. Pszichés, egészségügyek, megfázás, COVID, hasmenés, fosás, cifrafosás, minden. Nem, hát ez nyilván inkább pszichés, szóval, hogy itt nincs nagyon egészségügyök, lehet egy vesekő vagy bármi, de ez inkább egy pszichés. Kiborulás, elfáradás, hiszti, idegösszeomlás, mit tudom én. Szerintem de szép ez az egészségügyi ok, ez nagyon szép. Bárcsak elfogadták volna általános iskolába. Igen, milyen jó lett volna ezt mindig mondani. Mentális okokra hivatkozva nem járunk. De meg lehet, hogy rosszul. Mit tudunk mi Erikáról? Lehet, ki tudja, mi baja volt. Lehet, hogy ott már a végítélet felette eljárt. Figyelj, ember próbáló azért ez, szóval, hogy persze, megértjük. Szerintem azért végig lehet csinálni nyilván, de kemény. Jövőre ki fog derülni. Jövőre ki fog derülni. Mennyi tervem van, ha már nem rádiózunk, gyerekek? Ez a rohadt rádió. Már nem úgy, ez nagyon kevés. Mennyi mindent ad, nem egyrészt, de mennyi mindent el is vesz például. De nem lehet az árulókba? Hát most azt mondjuk azt, meg elveszi az éjszakáidat. Bemondanám, hogy nem vagyok 12 napot májusban, azért nem biztos, hogy felhőtlen lenne. Hármat kiszavaztak volna. Felhőtlen lenne, mosolyotok. Egy hosszú hétvégén, hogy csak át tudnál tölteni. Aztán lehet, simán. Igen. Tehát, hogy ez nincs készpénz erre. De akkor menjünk egy best of-ot, és menjünk együtt. Én adom. És legyen egy titkos jelünk, amivel jelölünk egymásnak. Csináljunk így. Igen. Az óriási lenne. Az óriási. Olyat, amit szerintek meg lehet csinálni gyakorlatban, hogy egy gyilkos és egy ártatlan összefognak, mert barátok, és tudják is egymás, hogy vannak a dolgok, és a végig elmennek együtt, és együtt nyerik meg. Én szerintem nem, mert a szabályok ellen véd, ha egy gyilkos elmondja, hogy ő gyilkos egy ártatlannak. Ugye ezt megfogadtatja velük az Attila az elején, hogy fogadom, hogy ezt senkinek nem mondom el. Tehát mondjuk, mit tudom én, a Laci és a Vályi Pista úgy állt volna össze, hogy a Laci elmondja, az műsor killer, az reality killer, az észreveszik a szerkesztők, hallgatnak minden beszélgetést, abból szerintem balhé van, azt nem mondhatod el. Jó, de akkor mondjuk nem mondod el, de végig nagyon nagy cimborák vagytok, és akkor a leges legvégén
nem ölöd meg, hanem csak együtt megnyertek. Az lehet. Hát a Laci se akarja sokáig a vágypistát megölni, és most az egyik áruló elrepleszte a másikat. Mennyire volt elegáns Antónia? Mit szóltok? A beszólással a végén. Néztétek? Néztünk. Hú, szóval, Antónia ugye, azért kemény csaj. Kiderült, hogy Antóniára szavaznak a legtöbben, akkor van a vége beszéd. Anna mindenki nagy pillanata, és akkor ott hát Antónia elég elős jeleket rejtett el, hogy Antónia finoman elmondta, igen, hogy ha én áruló vagyok és lerepesztetek, akkor nézzetek rá, mert ő is az kis túlzással tulajdonképpen. De ezt olyan szabályos? Nem nevezte meg, hogy ki, de szerintem a Lacinak befellegzett. Tehát, hogy... Akkor kellett volna mondani a szerkesztőknek, hogy jó, álljunk meg, újra húzzuk. Jó? Akkor előre. Ez most nem történt meg. Igen. És, de ez amúgy annyira... De úgy, hogy neked már nincs hatása az életedre, akkor a másodnak még kell ezt betenni. Egyébként figyelj, utána való történéseket megnézve, mert azért a Laci most a Dérenivel se korrekt, megnézted még a végét? A konklávét? Menne ki a Henninek, sőt el is mondta, hogy a Hennit ki akarja nyírni. Igen. Miért az mennyire korrekt? Semennyire. Hát itt már a gyilkosok is egymásnak esek. A Hevér az nagy csöndes, ő csak ott elfarvízik. Igazgatja a szálakat. Nyilván egy csomó minden nem kerül adásba, tehát lehet, hogy ő is sok minden tesz. Ja, jó a mozi. Tegnap már úgy éreztem, hogy nem köt le annyira, tehát úgy már úgy, hogy ilyen kicsit néztem, elsétáltam, megint néztem, tehát már úgy kicsit úgy minden varázsat elmúlik. Feszült, igen. De amúgy azért, mert volt hétvége közte. Tehát, hogyha nem lett volna hétvége és szünet, akkor szerintem még mindig érdekes. Hát plusz egy péntek, ugye, mert most ez hétfőtől csütörtökig, a péntek az most más egy kicsit. És hiszen nagy butasága, hogy ilyen szüneteket hagyni, mert ezeket úgy jól néz, az is vagyunk szokva, hogy így tömbösítve nézzük a dolgokat. Én értem, hogy miért van egy nap szünet, tehát műsor politikai szempontból én értem, mert ugye egy több ideig tudod adni magát a 4 napot, mert ha van 16 adásod, akkor azt 4 napos hétig tudod adni. Ha 16 napos adásod van, és mondjuk 5 napot adsz egy héten, akkor csak 3 hét plusz 1 napig tudod adni, tehát megnyújtod kvázi azt a slotot, hogy ott egy kicsit nézettebb legyen a RTL Prime Time-ja. Én nem csinálnék 2 hétnél hosszabbat a gyilkososból, tudod, és akkor inkább felvenni 2-t. Vettek civileset is, és elvileg ez egyébként 12 nap volt tavaly, most egy picit lehet, hogy ráhúztak. Még most úgy hallottam, ez 16, de lehet, hogy blödség, nem tudom, ezt a Viki mondta, de ezzel nem biztos, hogy ez igaz. Nem azért, mert hülyeséget mondtam. Nekem meg a Laci azt mondta, hogy 12, én mivel 12 4 tudok. Napos, egy héten, ezért 3 hétig megy. Én ugye is így tudom, adás én is így tudom, hogy 12 adás van. Egy csapat 12 adás. Szerintem valaki hazudik, melyik a gyilkos? Igen, a ki a gyilkos. Azt írja valaki, hogy jó lenne, ha abba hagynátok az árulók megbeszélését, mert mindig másnap nézzük vissza, de smiley lett tett oda, és ezer szerencséje. Mert jó lenne, ha abba hagynátok, ez kicsit igen a stílussal így lenne baj, de nincs így baj. Szóval mi nem tudjuk abba hagyni, nem tudunk tekintettel lenni rátok, inkább ti legyetek tekintettel ránk. Halk is le egy picit, így áll egy kávét, gyere vissza 5 perc múlva, de mindig mindent megnéznék, hogy kinek mikor jó. Igen, hallgass bele a Gáborba, és kezdj el antidepresszán szedni. Szóval, hogy ha mindig mindenkire tekintettel lennénk, hogy miről beszélünk, akkor itt ülnénk, és nem beszélnénk semmiről. Nekünk az a feladatunk, hogy a tegnapi dolgokat megbeszéljük, aztán valaki később nézi vissza, vagy még nem tudtad letölteni, olyankor kell egy picit lealakítani a rádiót, de mi nem tudunk el ezzel foglalkozni, hogy jaj, ne beszéltek róla, már 4 hallgató majd még ma nézi vissza, mert ilyen alapon tényleg csak zenélnénk egész reggel. Jó, úgyhogy ez hülyeség, amit írsz, de neved magadra. De ez bántólag mondta. Igen, és most igazából bannul vagy. Nem, tettet egy smiley jelet, úgyhogy nem, semmi baj nincs vele, csak ez muszáj elmondani, hogy igen, néha beszélünk olyan dolgokról is, amit lehet. Akkor meghallod, hogy láttátok-e az árulókat, akkor mindig vezetjük föl, hogy árulók, egy kérdés, kicsi szünet, és akkor ott van idő lehallgatni. Van, aki azt mondja, jó lenne a retrót hallgatná gyökér, nem akartunk ilyen sarkosan fogalmazni, ennél mi sokkal jobban jó, szeretjük mikor a hallgatókat, mert kedvesen írta meg smiley jelet tett, úgyhogy nem volt ez. De ez a smiley jel, ez nem annyira passzív-agresszív, nem? Tehát amikor valaki tudod, ez a... szeretném, hogyha nagyon nagy kínű között meghalná. Igen, van benne egy ilyen is. Jó lenne, ha az árulókról nem most beszélni, így is föl lehet, mert mi ezt szoktuk visszanézni. Smiley el. Ez is benne van. Ne van olyan, tehát légy, ne beszéltük az árulókról. Én most ezt úgy vettem, hogy ez ilyen érti, hogy ne nagyon utasítson minket, de nincs ezzel baj. Kérlek, hagyd abba a reklamációt, koncentrálj rá, hogy meg tud nézni inkább. Már elkezdtek a hallgatóknak üzenni. Aha, nagyon jó. Tehát amikor egy csapaton belül kezdik el kioltani egymás életét. Na, melyik jöttek a gyilkos? Igen. Szóval, hogy ez van. Gyerekek, egyébként mi újság van? Mindenki jól van? Kipihenve? Nem? Tegnap elmentem. De... Nem mindenki. Na, mi történt? De amúgy az, mert vérre esek a szemeim, azt nagyon várjon meg téged. Nem. Én az első sóhajtásból hallom mindig, hogy 110%, 80, 60, 150. Jó, de mi volt nekünk? Miért sohajtottunk ekkorát? Éppen csak bejöttem 12-re, ahogy szoktunk, és nem volt itt még a Balázs, és akkor rájöttem, hogy
Neki is könnyű. Neki is. Késni. Nem tudok késni. Mindig valahogy összehangolod a Balázsa. Igen. Egy perce mindig utánam jön. Ezt kipróbálom, egyszer 8-ra jövök. De hogy a lényeg, hogy tegnap elmentem sportolni. Wow, melyiket? Mit csináltál? Hát, amit a Pilates. A reformer wow. Pilates. A kínzó, kínzó kamrása? Na és milyen? Senki nem akart a hátam mögé kerülni, hogy meglepjen. Ez egy kicsit rosszul érintett. De amúgy nagyon, nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Most már kellemes izomlázam van mindenféle hallatokban. Ott, ahol eddig nem összesben. Volt. Igen. Nyelvhajlat. Igen. Mindenhol. Minden fül mögött, amit el tudsz képzelni. Na, de nő volt, férfi volt, jó képű, elmentem, nem jó képű. Egy nagyon kedves szalomban találtam magam, ahol minden még friss újlatú volt. Azt nagyon szeretem. Volt egy kiskutya, aki, ahogy megérkeztem, namasztéval üdvözölt, és egész napot ott esett a petőkömmet. Volt egy ilyen, volt egy hát pilates oktatónak volt egy kutyája. Igen, igen. És namasztézik? Eléggé. Ezt mondja, vagy mi az, hogy namaszté, két lábra? Oda jött, és igen, és mondja, gyere, hát gyere, most meg fogunk dolgozni téged, na gyere. Így üdvözölt engem, és akkor vannak ilyen gépek, és akkor azon kellett először is felmérni az én fizikai aktivitásom szintjét, vagy a nem tudom, a felkészültségem szintjét. Mondtam, hogy fizikai állapot. De ez még Google 2-t, vagy spárgáz, vagy hajói lelkős pacipő. Akkor eljöttem volna. A spárgánás gyanús. Fussál egy helybe térdemelésbe, de mivel mérik föl? Nem, hát így ilyen kitartott pozíciókat kellett csinálni azon a gépen, mint a mondjuk a plank, meg ilyesmi, csak tudod, közben van benne mozgás is, tehát van egy ilyen csúszka, amin vagy, és azért furcsa, hogy teszi a súlyokat máshova a testeden, ezért olyan helyeket terhelsz, amúgy nem. És ettől nem olyan rossz, de nem olyan könnyű. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy nagyon türelmes és kedves asszony volt. Na, azt mondja, hogy a felmérés után mit mondott. Tehát, felejtsük el viszontlátásra egyes, kettő, önből lehet még valami, három, A, Eszter nagyszerű állapotban van. Ön egy született talentum, kérjük, a kaúzt jut egy ürete. Öt, borzasztó nagy a baj. Halló, mentő? Hat, nincsenek szabad időpontjaink. Na és? Igen, én mondtam, hogy egy közepesen ilyen magára hagyott nyugdíjas szintjén vagyok fizikailag jelen pillanatban, és azt mondta, hogy ez nem igaz. Azt mondta, hogy jó erőben vagyok. Na. És nagyon sok dologból például haladó szintű rugókat kell használni. Wow. Nagyon vigyáznék a helyetekbe magamra. Egy szót nem szólunk. Ezt nem, hogy valakit oldalba rúgják. Haladó szintű rugó? Ez mit jelent? Egy Renault kamionnak a hátsó lengés csillapítója? Vagy mi az, hogy lenne, ha így lenne. Azt foggal húzza ki. Mert ezekben rugók vannak ezekben a cuccokban. Nem, hát láttad tegnap a gépet. Hát én azt nem értettem nagyon, mert ez tényleg olyan, mint egy ilyen nagyon durva kínzó. Ez egyébként lehet megismerni. Ha elmész. Ha eljöttök velem. Wow. És őt nyújtanak, igazából nyújtanak. Akkor szólok nektek. Nyújtanak is, nagyon durán nyújtanak. Úgy megnyújtanak. Nekem nyújtani kéne nagyon a gyúrás miatt. Egy ilyen középkori kínzóeszközre föltekerünk, majd tudod. Ú, de jó lenne. Amúgy járnak fickók is, és nagyon jó, és mezitlábas hely. Szóval jó dolgok történnek ott. Ha van kutya, és mezitláb lehet bemenni, az nálad már megvan. Nekem már nekem oké. Okay. És azt mondom, hogy én nyújtani szeretnék, nem feltétlenül erősödni, csak az, hogy húzzák szét a melkas, lábcomb, az mehet. Megcsinálja neked. Megcsinálja? Megcsinálja neked. Nagyon durán, meg leszel nyújtva. És egy picit utána oda, hogy ugye egy picit oda. Oda nyúl. Nem? Oda majd a rugó fog visszacsapni. Én hasamra gondolom, hogy oda is szeretnék egy kicsit. Igen, nagyon jó. Amúgy azért jó. Nekem minden nyújtás jól jön. De most mi a baj, hogy nem tudsz legugolni, vagy valami ilyesmi? Nem tudok lehajolni. Hát nem, a gyúrás miatt ugye az izmok rövidülnek, és nekem nyújtanom kéne. Tehát rendes, mondjuk jógázni például. De nem úgy, hogy minden edzés után nyújtasz, és aztán? Itt hagy magamra az edző, hogy ne felejtsd a nyújtást. És nem persze. Szia, Balázs! Hogy ne felejteném, és már benn vagyok a fehérjeségemmel a zuhany alatt. Annyira durva, ez annyira tipikus. Persze. Én is ezt csinálom mindig mindennel, amit nem muszáj. Nem muszáj, nem kell. Arra már ő nem figyelve megy a következő klienséhez, én meg azonnal eltűnök az öltözőbe. Azt a szót láttam formában, hogy fakultatív? Igen, jól értem, hogy már nem leszel itt a nyújtás mellett, mert igen. Viszlát! És azt nem próbáltad, hogy utána elmész az úszodai részbe, és ott nyújtasz a vízben? De azt csinálom, hogy úszom például. Na, az jó. Szaunázni is megyek egyből edzés után, hideg vízbe is merülök. Ezeket tolom, csak jó lenne mondjuk egy koncentrált, egy másfél órás nyújtás. Azért tetszenek ezt szerintem ez a reformer pilates, mert egyrészt beraknak egy hevederekbe lábakat, és akkor így húzgálnak minden irányba, és nem az a megszokott ilyen erőkifejtés, ami már unalmas. Nem érzed végtelenül kiszolgáltatottnak, kissé tragikomikusnak, enyhén szekundernek, ahogy széthúzza egy nő egy... Mármint a műsoron kívül. Egy recsegő parkettás szobába egy nő egy BDSM tudsz, húzza szét a lábad kettő csigán keresztül. Nincs nagyon benne valami nagyon-nagyon testen kívül? Hát, ha jó. Ez nagyon jó. Igen? Ez nagyon-nagyon jó érzés. Ez az az érzés, amire szükséged. Hidd el nekem. Jó, mert menjek van benne el. Nagy szabadság. Ennél nem kerülhetsz kellemetlenebb helyzetbe. De ezt imádom. Minden kellemetlen helyzetet szeretek. Iva, plusz, mit ígér, hogy fogysz, vagy hogy erősödsz? És semmit nem kérdeztem tőle, csak azt mondtam, hogy lehet-e járni gyakranban, és akkor mondta, hogy igen.
És akkor az az igazság, hogy tudom, nem érdekel, mit lehet tőle csinálni, mert nekem ez van kedvem. Ez a lényeg. Van hozzá kedvem, meg amúgy meg azt érzem, hogy jó hatása van ezekre az ízületi dolgokra, meg mindenre, és aztán mondom, hogyha esetleg ennek a mellékhatásaként olyan rugóerőre teszek szert, hogy bárkit ájulásig egyből, akkor egy rugással. Ez egyébként rökés. Egyedül vagy, vagy ott a gépen melletted egy nem tudom, egy influencer, jobbra meg Zimány Linda nyökök nagyon rövid latex nadrágban. Igen, nem, én nyökök egy nagyon rövid latex nadrágban, de hogy amúgy nem, teljesen egyedül. Egyedül vagy. Teljesen egyedül. És egy nő egy csigát húzogat közben. És egy kutya. És egy kutya. A kutya is húzza a csigát? Ez nem rossz. A kutya fekszik a pólódon. És mondja, hogy namaste. Namaste. Nagyon egy ilyen sejmes bundás, olyan, mint egy spániel, de nem spániel. A mastiff, hát namaste. Egy kicsi, namaste. Namaste. Feri, egy poén, mondtál, igazi? Mióta vagy egy csomó, de... 10 hónap? Csak nem figyelsz. Megérte meg már. Namaste. Namaste. Jött egy namaste. Igen, nagyon cuki volt. Sejmes bundás. Sejmes bundás, namaste. És mennyit kérnek egy ilyen lábspárga feszegetésért? Mi az ára egy óra pilátesznek? Hát a privátra, amire járok, az 15 ezerbe kerül. Na most amiről Jézusom. Megtudtam, hogy egyenértékű a szempilla csináltatása, mert ha új szempillát csináltatsz, megkérdeztem neked tegnap, akkor az 20-as, ha csak töltik, majd ott is tudnak, az 15. Igen. Igen. De hát inkább erre, mint gyógyszerre, ahogy mondani szokták. Most te mennyit fizetsz a személyi edződnek? Hát azt nem mondom be. Na, akkor a 15-öt nem mondjuk már, hogy sok. Nem, hát egy igen. Óra masszázs is 15. Nem mondom, nem, én meg se szólaltam, hallgattam, mint a sír. Na, úgy sóhajtottál, hallgattam. 15-nél. Én azt hittem egy ilyen, mit a 30-40, egy ilyen budai elit, pilátesz jóga terembe. Ez egy pesti elit. Ez egy pesti elit. Ja, az 8. 6-5-ben megállok, plusz. 6-5 plusz parkolás. Plusz a sajtos tejfős lángos. Igen, nézi, és két giroszos lent a töröknél. Hát nem olcsó, egyáltalán nem olcsó, de hogy mivel, hogy nincsenek hobbiai, mint ivás többé, ezért ezt mind arra költöm. Szegény szerencsét. Ami szolgálja a testemet, így van. Úgyhogy ez van. Lehet, hogy benézek egy ilyenre is. De az órák, amikor csoportos helyezt, az lényegesen olcsóbb. Tehát azt mondjuk, azt csoportban kínoznak? Van olyan csoportos kínzás. Úgy, és akkor egy felmegy, a többi nézi? Igen. De van egy csomó ilyen gépe, nem? Nagyon sok gépen van. Csak egymás mellett sorakoztak ezek a gépek, és ott hatan, ott BDSM-eztek tényleg. Egymás mellett, de tisztes távolságra, és nagyon jó az atmoszférája a helynek, tehát nem azt érzed, hogy mint amikor egy ilyen tesi órán vagytok, hanem azt, hogy mindenkinek van tere, meg amúgy tényleg ezek az eszközök valamit adnak egy ilyen másfajta ilyen felületet ennek a testmozgásnak. Tehát nem érzed azt, hogy ilyen elcsépelt, nem érzed azt, hogy ugyanazt próbál felfeszegetni magadban, amit már általános korában se tudtál tudod a tesi órában megszeretni, hanem hogy valahogy úgy kimozdít ebből a régi fajta mozgáskultúrából, és tök jó, meg tök jó ezek az ellenállások, tök jó ezek a gumiszalagok. Na, nekem ez nagyon tetszik. Azt kérdez meg, Léci, hogy ha van egy gyúros haverod, igen, 40 centis pénisze van. Igen, 40 centis pénisze van, az kijönne az alsónadrágból, ha nagyon meghúzzák, gyúrmának hívják a spanodat, hívjuk így, nem mondja, hogy én vagyok, hogy kifejezetten van spanó gyúrma. De nevezzük csak gyének. Nevezzük csak gyének, hogy kifejezetten nyújtani elmehetek-e hozzá. Tehát, hogy hozzá tudod dobni néhány centit, ha úgy van. Egyrészt kettő, hogy most én nem akarok mélyízom, meg hátizom, az megvan az edzőterem, nyújtson. Vállal le ilyet. 6 óra 31-ben hívjuk fel. Egy nagyon merev. Nagyon merev gyé. Jó, gyurva, nagyon merev. Melyik a merev területek? Az derék, összes. Combhajlító, láb, kar, melkas, mindent nyújtani kell, húzni, nyújtani. Ez csodálatos, mert mi a felét nyújtottuk, a felső felét meg ugye dolgoztuk, és a nyújtás a szuper jó volt. Ott álljam. Kétszeres szuper nyújtás, meg vagy. Megmondom, hogy mind az egész óra nyújtás legyen. Akarok egyszer tegyenek föl egy ilyen BDSM cuccra. Én ezt elintézem neked. És jöhetnek a többiek is. Hagyjanak ott három órán. A kutyát kéred, vagy nem kéred? Jöhet a kutya is. Jó. Jöjjön a kutya, vizek magyarok krémet. Egyszer kicsit. Mit szeret buksi? Feladatok. Mit szeret buksi? Kolbászkrém, magyarok krém? Csak hagyjon magamra a kutyával egy fél órát. Mind a ketten nagyon fog mosolyogni, ha visszajövünk. No. Ja, Istenem. Na, szóval, hogy jó, és ráadásul közel hozzánk, utána fel tudsz jönni egy cappuccinóra. Igen? Igen. Oh, na, hát ez most már extrás ajánlat. Ott most már nagyon jól hangzik. Ott fogunk ülnek a napén szélén. Szétrepet ánusszal, tudod. Nagyon megnyújtva. Nagyon megnyújtva pelenkába, igen. Túlságosan jól sikerült a nyújtás. Na jól van, gyerekek, elindulunk akkor ma reggel. Jó, is belevágunk fél hét múlt 2 perccel. Sokat tudtunk beszélni, ez tök jó. Lehet jelentkezni, játszani, és semmi, neki vágunk a reggelnek. Jó, úgyhogy írjatok, mi pedig itt vagyunk, nem sokára. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Itt vagyunk, jó reggelt, 3-7 lesz 3 perc múlva, és van egy időjárásunk, Ferenc. Ami hideg. Köszönjük szépen!
Az időjárás jelentést támogatta a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és gázkazánok forgalmazója. A szerelvénybolt.hu. Azért valaki, kérlek segítsetek, ma reggel a kapu kibehajtó előtt állt egy autó. Nem lehetett a belső parkolóból kihajtani. Kihívtam a közteres, nem tudott mit csinálni. Hívtam a rendőrséget, ők sem tudnak mit csinálni a szabálytalan parkoló autóval. Van erre megoldás? Hát, ha hallgatók tudnak valamit, 13. kerület. Ezt értitek? Hogy odáll valaki, akadályozza a forgalmat, és nem viszik el. De azt mondja, hogy nem tudnak mit csinálni. Ez egy oké, igen. Érted? Hát hozza a lopós autónak, telefonál, jó napot kívánok, itt van, süty, és már viszed is el, azt majd visszaszerzi, hogy akarja, a süttyó tahója. Persze, abszolút. De nem értem a rendőrséget, hogy erre nincs jogköre, vagy a közterest. És ha te egyébként az utcán, amikor elszállítják a kocsidat, azt el lehet vinni? A kapu bejáróba álló autót meg nem lehet elvinni? Ez nagyon furcsa. Hogy van? De akkor kinek szólsz? Érted, hogy itt van egy autó? Az örményeknek. Az örmény, a grúzoknak. Igen, azt nem azért megoldják, de amúgy, ha meg te oldod meg, hogy elvitetted valakivel olyan, aki nem adja vissza, utána meg te vagy a hibás. Akkor meg még te vagy a hibás. Egyébként igen. De hát ez jó kérdés, az, hogy a rendőrség se csinál semmit, ez tényleg furi. És akkor nem tudnak, ott ki nincs kibejövő forgalom. Tehát a rendőrségek közteresek akkor lépnek, hát amikor a villamos sínre állsz, mert akkor a zavar a villamos, de kapu alá beállhatsz. De itt meg nem tud kimenni 20 autó egy társas házból. Az jobb. Igen, bicska a gumiba írják. Bicska a gumiba. De attól még nem gyújtsa mentem. Fel, jönnek a jó megoldások, igen. Majd megtanulja. Igen, majd megtanulja. Hát nem feltétlenül jó megoldás, de igen, valamilyen. Önbíráskodás? De akkor meg téged csuknak le. Hát, ha kiszúrod a gumiát, azt nem vesz észre senki. Ha kiszúrod a gumiát, akkor nem tud elmenni. Tehát a problémát nem oldottad meg. De egy kicsit jobb kedved lesz. Ja, de egy kicsit jobb érzés lesz, egy ilyen. Kicsit boldogabban indul a napon. Én akkor már minden négyet kiszúrnám. Azt hiszem, akkor már egy, akkor az nem is ilyen. De fura a közterület felügyelet, hogy nem viszik el. Hát ez nem is értem. Szerintem ez lustaság volt, őszintén. Ez lustaság. Inkább ez az, nem, ugye? Ezt nem hiszem el, hogy ezt nem. De nem magának csinál melót, hanem a lopós autó fogja elvinni a közterületesnek. Nem akart foglalkozni. Papírunkkal úgy volt, hogy már fél órán új is eláll, és akkor mit szórakozzon. Igen. Ennyi volt szerintem az egész. Ez lehetetlen. Figyelj, olyan helyzeteket tudnak megoldani, ha akarnak, hogy el se hiszitek. Pikpak ott van az autó, és pikpak elviszi. Persze. Igen. Na gyerekek, őrület van a játékunk körül, mindenki az Xboxot szeretné, meg a Lego csomagot. Látjuk, ennyi SMS-ünk már nagyon régen volt, így korán reggel, 100 Viber üzenet, legalább ugyanannyi SMS, nem is értettük egy pillanatra összehetszük, hogy mi van ma, miért ilyen aktív, mindenki, aztán rájöttünk, hogy igen, hát itt PlayStation van, kérem szépen, illetve bocsánat, Xbox ráadásul. Úgyhogy tudod, ez olyan, amikor bemondtad volt. Volna, és akkor Coca-Cola. Ja nem, a Pepsi támogat, igen. Szóval a Merci, ja nem, az Audi. De igazából nem is ez a lényeg, hát a Bravo Store a lényeg, hogy ők adják, tehát ne használod mindenki PlayStation vagy Xbox, de ez Xbox. És a kisebb, ugye? Tehát nem az XS, hanem az SS. Ez tulajdonképpen, én tegnap kiderítettem, hogy ez egy ilyen limited edition a Minecraft, mert ugye azt hittük, hogy egy Lego csomag van hozzá, de nincs hozzá Lego csomag, hanem van egy ilyen kiadás, ami a Lego Minecraft-tal összeszövetkeztek. Aha, tehát a Minecraftot lehet összerakni. Nem lehet. Nem. Akkor mi a szart lehet csinálni? Ez egy Xbox, ami Minecraftos. Mi az, hogy Minecraftos Xbox? Úgy ja, értem. Tehát egy Xbox, egy Minecraft külön kiadással. Úgy van. Aha, jó, értem. De attól még az Xbox. Az Xbox. Ez egy Xbox. Aha. Jó, csak egy Minecraftos Special Edition. Értem, jó, megértettem, abszolút. Jó. Írja valaki, bocsánat, hogy azt írek, hogy nincs jogköre a közterületfegyelőnek, mert tegnap végigjátszották, kitette a közteres a büntit, a szállító autó nem jött, mert fa van a parkolóban, és nagy megsértse az elszállítandó autót. És ez azért érdekes, mert erre pont tudom, hogy hülyeség, mert annak, amikor az én kocsimat elvitték, berakták két fa közé. Na, hát akkor. Tehát, hogy az volt, amikor megálltam a felvonulási téren, akkor és akkor ott lett valami rendezvény. De a közepén? Akkor nem, ott valahol volt valami. Letetted valahova. De ott ez egy parkolóhely, és akkor néha, hogyha van rendezvény, akkor elviszik. És akkor fogták és berakták két fa közé. Tehát hogy szerintem ez valójában a valóság, hogy őket nem érdekli. Hogy megkarcolja, hogy hova sem. Teszik, igen. Hát szerintem sokkal ügyesebbek ennél. Tehát lehet, hogy ott valami új kollega volt, vagy ilyesmi, de ezt nem tudom elképzelni. Igen, a rendőrségnek kellett volna megoldani ezért, tehát ők vitetik el a kocsit a közteresekkel. Aha. Tehát, hogy erre akkor azért lehet, hogy ott egy lusta rendőrség ügyintézi, aki azt mondja, hogy folyik vér. Nem megöltek valaki? Sajnos nem tudunk kimenni. Kollégáink helyszín állnak. Nem érnek. Nem valami ilyesmi, ilyesmi lehetett. Na mi újság? Ó, adom a játékos. Játékosunk. Nem. Jó reggelt, srácok! Halló! Jó reggelt! Jó reggelt, Balázs Feri, Eti, jó reggelt! Nagyon örülök, hogy hallom a hangotokat ennyi év után.
Megkapcsolod a rádiót, akkor hallod. Igen. Hát igen, a rádióban hallom, de így megint más. Azt hittem, hogy nagy a mellényem eddig, de úgy látom, hogy nem annyira lehet elhasonlók az első másodpercekben. Erre minden esély megvan, de nem fogsz. Igen, nem fogsz, mert akkor elhasonlod, tudod, a fix jelenemény akkor is megvan. Tehát igazából, ha már adásban vagy, akkor az megvan. Honnan hívtál minket? Én Ártán mellől, a Hajdú-Bihar mellől, Borsról, a határátkelő. Bors! Az ártani határátkelő, már igen, pont ott lakom, az határátkelő mellett. És jó helyez a Bors? Bors. Nagyon jó, igen. Ott nevelkedtem, ott születtem, ott nevelkedtem. Nagyon jó hely. Nagyon jó. Hát olyan már éppen, hogy átestem a ló másik oldalára, mondhatnánk úgy. Igen, mert ez a határon túl van. Ez a határ másik oldalára ott vagy. Aha. Igen, igen, igen. Nagyon jó. A határ másik. Meló van? Van, tekerik a perecet, hogy ne? Van. Mit csinálsz, tekered a perecet? Igen, kamionos vagyok. Kamionos vagy, aha, és akkor erre felé jössz mindig. Igen, arra fele megyek át, ilyen postán, ilyen gyors postát csinálunk, és minden nap, egyik nap megyek, másik nap jövök. Aha, nagyon jó, oké, és mekkora a gyermek, akinek szeretnéd ezt az Xboxot? 7 éves lesz a jövő hónapban. 7 éves lesz. Nagyon jó. Tud már vele játszani, nem? 7 évesen már szerintem gyűri. Van egy 360-asunk, csak az már egy kicsit elavult. Hát ez most nem volt túl elegáns. Többiekkel nézze. Igen, már van kettő, az egyikben van a sufniban, már a másikat igazából kölcsön adtuk hát a szomszéd gyereknek. 10 éves. Aha. Akkor azon már csak a kungfupandát lehet játszani. Mondjak erre most. Igen. Na most mi lesz? Semmilyen. Azok jelentkezzenek azért, akiknek semmilyen nincs lehetőleg. Ez fontos. Ma oké, hogy 10 éves, de mégiscsak van valami. Nem is működik. Na jó, akkor jó, van, szépen kijöttél belőle. Már szét is törött. Most már nézze benne a kosóba, most látom, a múlt héten ellopták. A róka is elvitte, oda nézni, nincs már ott semmi hűthelye van. Persze van, hát valakinek másnak is van, azt mondja, hogy jaj, hát én legalább őszinte vagyok, hogy mondom, hogy van, de már nem működik. Van, aki felhívja, csak azért, mert jó lenne még egy. Ez nem? Igaz, szép mentés, nagyon szép mentés. Igaz? Köszönöm szépen. Kivel játszaná, ki legyen az illető? Ezt mivel szeretnék, mert hogyha Jani lenne, akkor Janival játszottam volna, mivel hogy Ruszám, de ezt mivel játszanak, mert ő még egy kicsivel gyengébb láncem szerintem, mint ti. Na, ide figyelj! Én csak akkor játszom veled. Most hazugságon kaptunk. Most benyaltam, mert ha látok egy kicsit. Nekem te nem jöjjel be. Nem. Annyit mondanék, hogy csak akkor játszom veled, ha megígéred, hogyha megnyered, akkor teszel egy ilyen csipkés terítőt a tetejére. Igen. Az Xboxnak. Egy ugró porcelán tigrissel. És egy porcelán ugró tigrist. Jó. Ha ez nem lesz, akkor nem fogjuk kiküldeni, most mondom. Küldök egy képet. Ez a minimum. Oké. Na jó, van, figyeljetek akkor. 3, 2, 1, és tessék. Szép jó reggel. Miről szeretnél beszélni? Jó reggel, Eszi. Meg kell kérdezni, hogy aludtál? Meglehetősen jól. Köszönöm szépen. Szépen te merre jársz most? Mondhatni semmi. Én merre járok? Te merre jársz? Biharkeresztes, és Püstökladány közt vagyok. Megálltam itt az út szélén, mivel tilos telefonálni vezetés közben. És ott vannak lányok? Már milyen lányok? Milyen lányokra gondolsz? Hogy létezik még ez? Van még fizetős szerelem a pályák mentén? Tilos nekünk az ilyesmi. De ki tiltja? Szeretsz vezetni? Szoktam. Szoktál? Milyen kocsid van? Egy Nissan Qashqai. És milyen színű? Fekete. Tessék. Kimondtam. Nem hazudsz, mert már hallottam, hogy ketyegett a végén az óra, és úgy voltam vele, figyelj, megküzdött érte, megadja. Köszönöm szépen! Már láttam, hogy már egy másodperc az, hát úgy voltam, hogy akkor viszont akkor legyen teljesen, nem? Úriasszony vagy. Legyen az övész. Így is van. Jani! Úri nevű vagy ezt itt. Igen. Köszönöm! Ja, hát elmondom, akkor... hogy Jani behazudta magát a játékba, úgyhogy van neki már egy ilyen eszköze, és közben nézem a szerkesztői kommentet, hogy Balázsa szeretne játszani,
Igen, 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 Jani, te is megvezetésben volt. Leírt, hogy velem aztán nem, aztán van neki, de mégsincs, de nem jó, de jó. Én a helyet ezekben a borsiakban nem bíznék annyira. Én csak ennyit szeretnék mondani. Igen, 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 igen. Jól van, na figyelj, megmutatjuk, mit nyertél. Figyelj, hallgass meg. Megőrülsz. Az önnyereménye egy Xbox Series S játékkonzol és egy Lego Fortnite ajándékcsomag. Wow. A Lego Store budapesti üzletek és a bravostore.hu felajánlásával. A Lego a Fortnite. Oké, okay, akkor mégis külön van. Gyerekek, ez teljesen külön van. Az Xboxból nincs Lego Fortnite. Fortnite-os? Van belőle. Fortnite-os? Fortnite-os. De mitől ez egy doboz? Wow. Ez egy Lego. Az úgy, a doboz. Olyan. Rajta van egy Fortnite matrica. Igen. De akkor ez egy külön ajándék. Ez egy Lego Fortnite, meg egy sima Xbox. Jó? Jó? De lehet azt, hogy az Xbox Fortnite-os, a Lego meg Xboxos. Nem tudjuk igazából. Minden. Nem számít, mindegy. Az ajándékcsomagnak örülök a legjobban. Így van. Vidd el a két Nintendo, az egy PlayStation, a két Nintendo Switch, a három Xbox mellé. Igen, meg a három két méteres tévé mellé. Igen, meg a Minkás plazma tévé mellé, hogy mindenhol van egy, igen. Igen, mindenhol, meg a pincébe is. Köszönöm szépen. Vigyázz, nagyon magadra. Szépen köszönöm, üdvözöllek téteket. Ti is, köszi, sziasztok. Sziasztok. Még soha nem volt olyan, hogy a hallgatók könyörögtek volna nekem. Hello, tegyem le? Nem, tartsad. Hogy? Oké. Okay. Szia! Rádió egy csak igazi mai slágerben! Sziasztok! Szia! Hello! Hello, Jani! Várj, Eszter elmondja, hogy... Tegyétek le! Hello, Jani! Jani is ott van! Nem vagyok, Jani! Te vagy Jani! Így is van! Ott van Jani! Ki van ott? Ki van ott még, Jani? Te vagy Jani! Ki van ott? Jani, én vagyok! Jani, ott vagy? Jani, nincs ott! Mit nem vagy? De mondjuk, hogy itt vagyok! Hát, hogy itt vagyok! Itt vagyok, Jani! Köszi szépen, végezte. Ciao, szia, nagyon szia, szia. Jók vagytok. Nem a sziasztok. Pákó volt. Ciao, ciao. A Pákó. Azt hittik ott a Pákó. Hogy szokott köszönni? Hogy szokott köszönni a Pákó? Hogy szokott? A Pákó. Hogy szokott? A Pákó. Váuni. Mit szokott mondani? Váuni. Váuni. Na jó, Erika, vigyázz magadra. Most még azt mondta, hogy mind meg fogtok halni. Csáó, Erika, vigyázz magadra. Mind meg fogtok halni. Mind meg fogtok halni. Akik bűnösek, bűnöljenek. Így is van, bűnösek, szenvedjenek. Bűnösek, szenvedjenek. Igen, rosszakat el kell ítélni. Na jó, Erika. Rosszakat, hekik, köszi szépen. Vigyázz magadra. Szép napot nektek. Csáó, csáó, szia. Sziasztok, hello. Itt vagy még, Jani? Itt vagy? Jani? Én hazamegyek. Kicsit üresebb lett a világ most, hogy eltűnt. Egy szegényebbek lettünk. Egy kicsit, amikor elmegy, vége a bulinak, és ülsz egyedül a kanapén, és azt mondod, vége a bulinak. Nagyon fárasztó volt, van, de... És kicsit rossz a csönd. Rossz. Jani eltűnt. Mekkora forma volt. Ez, ugye, és ő egy nagyon sok tonnás kamiont vezet. Ezt sose felejtsétek el. Ő az utakon van közöttünk. Ez nagyon kemény. Figyelj, még soha nem volt olyan, hogy játék közben könyörögtek volna hallgatók, hogy mondjam ki a tiltott szót. Csak szabaduljunk a helyzettől. Igen, nagyon kemény volt. De figyelj, bármitól egy kicsi jöhet, nem? Szóval, hogy nem tudom, mivel turbósított. Tudtok vágni ebből, amit most mondott, nem? Ilyen állandó. Ja. Állandó rendköpéseket. Igen, jöttem volna, de inkább felszálltam, írja valaki. Igen, annyira elfáradtam, de nem tudom, hogy... Igen. Na jó van, gyerekek, lesz még Xbox, úgyhogy senkinek se legyen, aki ma nem került játékba, egész héten. Van játékunk, Foxbox játékunk is, de az Xbox játékunk is van. Jó? Úgyhogy jó. A Pákónak van új dala, gyerekek, de csak hagyján. Hála a jó Istennek. Azt mondja, engem akar felhívni, velem akar kapcsolatba kerülni, és azt mondta, hogy tévézés közben este felhív. Akkor várja, megadom a számodat. Még nem. Akkor átküldöm a számodat, jó? Álló, Balázs, úgy állom, van. Jó vagy, hülye köcsöm. De most ti, amikor kettesben vagytok Pákóval. Én nagyon szeretem őt. Akkor ti mire szoktatok beszélgetni? A világ nagy dolgait megbeszéljük. Világbéke, ilyenek. Hogy van, hogy itt feküdtem az első napon a kanapén kiégve, és az Alekosz és a Pákó
a tanárválságról beszélgettek. Na. Azon gondolkodtam, hogy ez vajon már egy, ez már valamilyen, tudod? Nem, mert alul valami... értékeled mind a két csodálatos személyiséget. Nem, csak az, és nem... ezek az első adások egyike volt. Az, nem, az első. Ja, az első bejelent, nap bejelent, volt, igen, bejelent, amikor Aranyhoz bejelentett, hogy itt van, ő lesz, és te már itt voltál, és aztán bejelentettünk téged, és ők ketten megbeszélték a tanárválságot kint. Te igen. Megfeküdtél a kanapén, és hallgattad. Igen, ugye, és az volt a nagyszerű ötlet, hogy négyre jöjjek be, hogy nehogy észre legyenek az újságírók, akik ugye alapból azt mondom, hogy a hatra jöttem volna, se vettek volna észre, de hogy elrejtettünk el. Elettem rejtve. Igen, igen, óriási. Én azt hittem, hogy halucinálok. Tehát ezt, hogyha nekem valaki elmondja, hogy a Pákó teljes mondatokban tud beszélni a tanárválságról, nem tettem volna rá pénzt. Komoly érési folyamatok vannak itt, igen. Okay. Na jól van, gyerekek, elindulunk akkor, jó? 7 óra van pontosan, ha van közlekedési híretek, küldjetek, és mondom, nem elkeseredni, ha valakinek ma nem jutott, Xbox holnap még lehet. Jó, úgyhogy ne adjátok fel. Olyan kedvesen nyugtatsz, van. Megmondom, még van a szerda, csütörtök, péntek, még próbálom tartani, látom a lelkesedést, mennyire elkeseredünk, de még van, gyerekek, egész héten. Ha, semmi baj, 30 ezeren akarnak a hallgatóink közül nyerni, 3 még van, gyerünk. 3 még van, jó lesz az. Na jövő mindjárt, itt vagyunk a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék! 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perce. Jó reggelt kérem mindenkinek. Oli, ha 100-szor elküldöd a Foxpostos üzenetet, egész biztos, hogy nem fogsz adásba kerülni. Se akkor, ha elküldöd a PlayStation-os Xboxos üzenetet. Jó, tehát most küldj el 26-szorra. És mit mond? Kértem meg, elküldte 22-szer. Hát mondta, hogy jó, rendben van. Ja, nem, ez biztos, hogy nem kerül adásba. Ne is engedd, nem. Csak a testemen keresztül. Abszolút, tehát de mondta meg, hogy figyelj, mondom, nem, az biztos, a helyzet, hogy nem. Hogy nem látjuk az SMS falat. Tehát aki elküldi 100-szor, és most elküldte még 2-szer. És tehát... úgy, hogy beszéltem vele, és megkértem, ja, biztos, hogy ne tegye. Hogy nem. Tehát, hogy az... És az... most láttam az időpontját az SMS-ek, tehát még 20-szor elküldte. Nem, már töröltem az összeset. Nagyon kedvesek, köszönöm. És visszakeresem ilyenkor a számát, hogy nem, ezzel én is kegyetlen vagyok, mert nem, tehát ez a nyomasztásnak a felső kategóriája. Abszolút. És kedvesen itt én vagyok a főnök. És senki nyomasztott, nem. Úgy hívják, Rásquart. Senki nem nyomasztott, úgy, ahogy így nyomasztok. Így is van, nem, ez, nem ettől lesz valaki adásban. Ezt a rendszerünk látja, szűri, egy-egyes telefonszámra rá tudunk keresni, azonnal kidobja, hogy hányszor küldtétek el. Tehát nem jó, mert tényleg mindent látunk, és ez borzasztó. Tehát ez ilyen típusú nyomasztásnak egyáltalán nem engedünk. Ha valaki elküldi Suzuki, az rendben van, de nem. Tehát most megint elküldte, hogy 20 hónapos kisfiú anyukája vagyok, és nagyon szeretné játszani, ápold a gyereket, és legyél vele sokat. Egyébként nem tudom, föltűnte neki, hogy ezt magyaráztanál. Nem tűnt föl. Igazából nem tűnt föl. Vége a játéknak, tehát hogy túl vagyunk a fekete-fehér játékon. Jó, gyerekek, ne felejtsünk, majd nem, hogy többen kezdik Páv Ted ügyével foglalkozunk egy kicsit, mert hogy egy DiCaprio is fölbukkant állítólag ezeken a partikon, gyerekek, steak illat van. Ha meg állítólag egy kicsit fél Hollywood. Istenem, isteni steak illat van. Neked csinál. Nagyon drága vagy, köszönöm. Artériák záródnak el, pupillák tágulnak. Gyönyörű steakek sülnek, izmok épülnek. Szóval sok minden történik itt, és kérdezem, hogy Páv Ted ügyével foglalkozunk. Majd ránézhetünk 9 után, de az ilyen érzékeny téma, finoman bánunk majd vele, hogy a Páv Ted-i... De nekünk ez érzékeny téma? Mert hogy úgy érzékeny, hogy a kiderült róla, hogy ő a fekete Epstein, érted? Igen, ő a Harvey Epstein, igen, a feketében. Brutál partik, fiatalok... kábítószer, drog és mindenféle csúnya és dolog. Emberkereskedelem. És állítólag fél Hollywood izgulhat, mert ők is jártak, tehát nem csak Caprio van ám a listán. Bizonyám sokan megfordultak PDD-nél, de DiCaprio is. Ezért egy nagyon nagy csalódás lenne abból a szempontból, hogy ha mondjuk ő, nem tudom, kiskorúakkal, vagy kiderülne, hogy pedó, vagy mit tudom én, azért az úgy csalódás, nem azt hiszem, a fiatal lányokat, miközben nyilvánvalószínűleg meleg, az egyszerűen semmi baj nincs. De ha már ilyen fiatal lányok, meg fiúk, hú, az nagyon nagy csalódás lenne. Igen. Gyerekekről van szó, igen. Úgyhogy sokan izgulnak most Hollywoodban, így van, állítok, nagy borulások lesznek. Az ebben az érdekes, hogy tulajdonképpen, hogy azt történt, most nem erről akarsz beszélni, akkor nem kezdődik be ezek azért. De majd 9 után megbeszélhetjük. Jó, akkor még akkor, most a gyerekek suliba mennek, is megbüntetnek, tehát mindegy, hogy 7-kor vagy 9-kor beszélünk erről. Én most csupán nem is a zenemától tartok, mert tőlük nem kell. Nem azt akartam mondani, csak azt akartam mondani, hogy milyen érdekes, hogy van egy ember, aki menő, tudod, így van valami hatalma, és akkor az emberek felülírják a saját belső morális iránytűjüket azért, mert félnek tőle, vagy pedig nem akarják, hogy a karrierjük ugye megsínledje azt, hogy ők nem nincsenek jobban. Mert ugye Didi végül is ezzel manipulált végig mindenkit, hogy ő egy nagyon híres producer, egy ugye a Bad Boys. Ja, hogy nem nyomom a dalodat, nem csinálom, nem segítek neked. Igen, azt csinálja, leszerződtet, és aztán pedig utána pedig ugye félretesz. És vagy pedig csak simán az van, hogy van akkor a hatalma egy Hollywoodban, hogy visszatudja vele jelni, és akkor azt mondod, hogy akkor szemet hunytak neki emberek azért, hogy nehogy bántsa őket.
És azért ez durva. És ugye amúgy szerintem ilyen Magyarországon is nagyon sok van, hogy van valaki, aki tudod, ilyen megkérdőjelezhető, így az, ahogy mondjuk működik egy társaságban, és mégis elnézik neki azért, mert így azt érzik, hogy járulékosan rosszabbul járnának, hogyha konfrontálódnának, mint hogyha nem. Meg nem merünk soha semmiről beszélni. Ennyi. Ja. Igen, na ezt 9 után majd megnézzük. Ja. Rátekintünk, mit ír a Twitter a Puff Daddy ügyről. Azt hiszem, hogy van egy közlekedésünk, nincsen, jöhet minden, 0-23-111-111 az SMS számunk, és a Fox Post játék is ráér még, gyerekek, abszolút jó, nem baj, hogy már páran elküldtétek, de szólni fogunk, hogy mikor fogjuk játszani, és akkor lehet jelentkezni. Úgyhogy tényleg ráér még, nem. Aki most jelentkezik, az nem jut előnyhöz azokhoz képest, akik később jelentkeznek. Jó, úgyhogy nem kell ezzel kapkodni. Milyen idő van? Hűvös van kint? Eléggé. Csipős? Igen, csipős. Írtak olyan helyről, Eger mellől, ahol -1 volt éjszaka. Azt a minden gyerekek. Össze kell bújni, nincsen mese? Össze kell bújni. Most? De most? Igen, az van, hogy mióta sztékszak van, azóta Balázs nem tud koncentrálni. Úgy ül, mint egy vadászkopó, akinek az órába tud belemennek ezek a rajzfilmes ilyen illatok. Igen. Szoktál ez a smart impressionod? Én csak úgy a szaglásodat, hogy szoktál? Igen, szeretem, meg ez egy jó steak illat, azért ez így jó. Már látom, hogy beépülnek a sejtjeimbe, a kis izom rostjaimba. Hogy tudod fölülírni egyébként? Tehát milyen érdekes, hogy soha nem akart ilyeneket enni. Tehát Balázs volt az a csávó, akinek mi így elkezdtünk mesélni a kajákról, és azt láttad, hogy mélységes apáti, és rohadtul nem érdekli, hogy milyen ételről beszélsz, mekkora élményt okozott. Mióta gyúrma fiúl, ő lett egy gyémester. Gyé a gyúrma. Gyúrma, hát kell. Érted. Muszáj odafigyelni a jó minőségi táplálékra. Na, hú, gyerekek, mennyi szaros vödröt tartatnak ezek a nagy emberek maguk fölött? Szerintem félelmetes dolgokat nem tudunk az ilyen társaságokról. Szóval ebben nagyon nagy igazság lehet, igen. Nagyon nagy igazság lehet, de szépen azért ezek a vödrök, ezek azért így kikiborulnak, meg megdőlnek azért leginkább Hollywoodban. Úgyhogy kíváncsiak vagyunk, mi lesz ebből, igen. M0, M6, szexárda madár se jár, azon agyalok, átmegyek a szembe oldalra, legyen egy kis izgi. Kecskemét mellett le van fagyva a kocsi, gyerekek. Kecskemét mellett le van fagyva a kocsi, és mi is megyünk Kecskemétre, mikor lehet erről már beszélni? Most. Kicskos, Kecskeméti utak? Kecskemét, de hogy az nem valami publici település lesz, úgyhogy igazából mindegy is, nem? Vagy... Dehogy nem. A reggeli public. Akkor arról csak egy mondatot mondjunk, hogy jövő héten megyünk Kecskemétre. 10-én. Na, az jövő héten. Így van. Jövő csütörtökön. Jövő csütörtökön megyünk Kecskemétre. Addigra úgy meg leszek pilateszezve, hogy majd lehet, hogy én is próbára teszem ott az erő viszonyokat. Mert ott lesz majd ilyen tornázás, csak mondom. Tornázás lesz, a közös nagy kollektív tornázás, igen. Úgyhogy addigra te már frissen pilateszezve. Jó illatú pilateszes hölgyekkel. Viszont az a kérdésem, hogyha már levegyünk Kecskemét, és nyilván ott alszunk előtte, nem? De? Nem? Én de? Igen, szerintem igen. Én is. Nem? Igen, de hogy előző este nem megyünk, azt duhajkodunk valamit ott Kecskeméten? De, hát ez erről szó volt. De hogy akkor hallgatók, akkor írják már meg, mit kell csinálni Kecskeméten kedden este? Hát sárdába menni. Hát hogy kedden este sokat ne várják Kecskemétől, nem egy Las Vegas. Főleg azért, mert szerda este fogunk ott aludni. Ezt terelkedde, jó? Jó, oké, nem akartam megkavarni, oda mentek, ahova akartok. Nézem, igen. Szerintem hazudtok. Biztos, hogy nem... Igen, csütörtök 10-e, akkor lesz a kitelepülés reggel. Na gyerekek, vágjunk akkor bele egy érdekes témába. Mit csinálsz, amikor egyedülálló nőként ugye rád nyomulnak? Vagy most tőlem kérdezed? Csak rád néztem, mert majd is. Igen, valamiben hozzá tudsz szólni. Igen, most hogy rád néztem, az egyedülálló nőnél egy kicsit megnéztem. Egy fiatal nő osztotta meg a közösségi oldalon, hogy mit kell akkor csinálni, segítséget kér, ha kikezdett vele egy vízvezetékszerelő, miután belépett a lakásba, megállás nélkül próbálkozott, majd a munka elvégzése után hosszú ideig SMS-ekkel zaklatta. Elromlott a radiátora, és beköszöntött az ősz, szerette volna, ha ezt megjavítják, felkereste az adott férfit. Attól a pillanattól kezdve, hogy belépett a lakásba, a szerelő helytelenül viselkedett, írta a nő, megjegyzéseket tett a nőnek, mennyire csinos, mennyire vonzó, és folyamatosan azt kérdezgette, van-e valaki-e. Túl sokáig tartott a szerelés, többek között kérdezte a párkapcsolati státuszáról, a hazugságra kényszerítette, mert hogy a nő már le akart rázni, és azt mondta, hogy a párom hamarosan hazajön. Milyen nyomasztó egy ilyen alak, nem? Belépett a személyes
szerembe, akárhányszor hátráltam, hogy közelebb jött, és munka után is malac SMS-ekkel zaklatta. Hogy mit lehet ilyenkor csinálni? Ez tényleg létezik ez, hogy megjön a pizzafutár, és kikezd veled, hogy megjön a mosogatógép szerelő, és mert ugye azt már hallottuk azt az oldalt, hogy mi van, amikor a házi asszony téged köntösben vár, meg buja ajánlatokat tesz, meg hasonló. De van ilyen, hogy ott áll a nem tudom, a gázszerelő, vagy a konvektor éves karbantartás, vagy a kéményseprő, és veled ártatlanul kikezd. Én ezt nem gondolom, de hogy ezért ez jellemző, amit nem? Amit leírtál az előbb, az ráadásul több is, mint ártatlan. Igen, nem? Ez az igazi nyomasztó nyomulás. Igen, nem rámondtam, akkor rosszul használtam, az nem rámondtam. Borzasztó, meg amúgy. Nekem egyszer volt ilyen egy izével egy aki a számítógép, azt a számítógépet szervezelt a fickó, az volt ilyen, rettenetes fárasztó. Na, de hogy szerintem ilyenkor nem az kell azonni, hogy párod van, vagy meg egyáltalán, hanem sokkal rosszabb dolgokat. Hát mit tudom, hogy hát én sem vagyok az igazi, mióta a majom himlő folyamatosan kiül rajtam. Na igen, de ott áll egy 40 kilós nő, le van fagyva, ott áll egy szerelő, mit csinálsz, mit mondasz? Hát azért ez egy nehéz ügy, nem? Jön a nagyon lakásban, nehéz. Elmegy, húzza az időt, használja a WC-det, körbesétál. Erre külön ki fog térni ezek az emberekre. Aki belepisil. Én nem tudom, mi történik a Ferencvárosban, de hozzánk akárki jön, akár megszerelni. Ahogy belép az ajtó, még le se vette a cipőjét, és már mondja, hogy mehetek? Bemegy, és ami ott történik, abban nincsen semmi szorongás. Tehát abban semmi szorongás nincsen. Nagyon nagy, igen, tehát ha hozzád megy a szerelő, az mindig fosik. Mindent csinálnak, ott bármit csinál, tehát elképesztő. De nem lehet, hogy van valami általános illat a levegőben, használtok valami a légfrissítőt. A barna hangot játszik egész nap. Vagy kalácsillat, vagy az anyukája a hálószobája jut eszébe, vagy a frissen sült bejglillat. Nem lehet, hogy emiatt van? Nem, azt mondták nekem, biztos nagyon jó az atmoszféra, mert csak ilyen jó helyeken lehet ilyet csinálni, de nem értek egyet, mert ahogy beléptek, szerintem van egy bingójuk, amit játszanak, tudod, és akkor ott van egy ilyen, na nézzük csak ebben az utcában. Te. Józsi! Itt már csináltam? Nem, akkor mondjad még egyszer. Nem, akkor... De lehet, hogy egyébként ma te vagy a tizedik hely, és eddig a kilencben nem engedték be. Időponttól érted? Függetlenül, ha reggel jön, ha este jön, ha ebéd, vagy bármikor jön, bárhonnan jön, mindig ez van. Már röhögünk rajta a férjemmel. Az első is nem kicsi dolgozni, hanem nagy dolgozni. De ahogy bejött rögtön, ez miért van? De se köszönjük. Ez nem az udvarlás kategória, de tetszik. Igen. De lehet, hogy neked így akart ez imponálni. Szereted azokat a férfiakat, akik neked nagyon maszkulin módon azonnal bemenek. Nekem onnantól végig ilyen nyomorforgás. Tehát az hát hogy persze, hát idegen emberek használják a bódidat. Igen. És most, hát nagyon kevesen szokták azt kérdezni, és hol lehet kezdet mosni? Ezt nem szokták feltenni ezt a kérdést. Érdekes soha. Módon mi? Csak igen. A budi. A kiflis futár kollégámat rúgták ki emiatt Münchenbe, a srác szabályosan ment be lakásokba, írja Tamás. Na tessék, otthon vagy, Eszter, mondjuk te, még amikor nem tudom, fiatalabb vagy, nincs otthon Péter, megérkezik egy, mondjuk legyen egy pizzafutár. És bejön a lakásba, és azt látod, hogy nem akar elmenni. Ki kezd veled? Miért jön be a pizzafutár a lakásba? Behozza a pizzát. Mert már agresszíven belép a lakásod. Hello, kisasszony, megjöttem a családéval. Oké, de mondjuk beviszi, akkor jön egy futár, tessék. Segít bevinni a csomagot, téblából, és azt látod, hogy nem akar elmenni. Kérdezősködik, egyértelműen kiteszed, nincs helye, kicsit zavarba jössz, és megpróbálsz elillanni a szituációból. Mi a megoldó képlet? És egyedül vagy otthon nőként, nyomul az idegen pasi a lakásodba. Mit csinálsz? Az a általános nézetem ezzel kapcsolatban, hogy ezek a férfiak arra vannak szocializálva, hogy ezek a nők megijednek ettől, vagy pedig tudod, így elpirulnak, és tudod, ilyen nagyon, tehát úgy reagálnak, hogy ilyen, és ők ebben tudnak igazán szerintem kiteljesedni. Tehát a nyomulásokkal ebben... zavarba hoznak, és ledebilizálnak, hogy ne csinálj semmit. Igen. Nem is akar többet? Tehát neki ez nem akarja, elég, de akarja. De hogy ezt élvezi, hogy ő ott tudod, ott dominás meg úgy egyáltalán. És ezért szerintem, ha átváltasz egy nála sokkal gusztustalanabb emberbe. De te azonnal tudnál kapcsolni, lenne lélek jelenléte. Hát attól függ, milyen kedvem van. Van, hogy tudok amúgy, de van, hogy nekem is csak utána két nappal később este a zuhany alatt jut eszembe, hogy azt kellett volna mondani. Az anyát. Igen. De hogy van úgy, hogy nagyon pörög, de nem mindig, igen. Igen. Ott áll egy nagy kolbászos pizzával, toporog a csomaggal a kezedbe, és kikezd vele. Telefonszámot kér, udvarol neked. Azt, Balázs, tessék? Hogy, most te mondja az, aki. Egyedül vagy? Az attól függ. Akarsz nem egyedül lenni? Te tényleg így kezdenél ki valakivel. Hogy lehet neked feleséged? Szarni a budimba. Hogy lehet neked feleséged, Balázs? Én vagyok a futár, tessék, megérkezel. Most ez a jelenkori, vagy a régebbi Eszter? Nincsenek különbség. Mind ugyanaz a személyiség. Egy Eszter van.
Egyes okay. Igen. Szia, Husi. Hol ki a kutyám? Jó, mint a sajnálom. Hozzanod vele. Az, hogy én ebben nem vagyok jó, és sosem nyomultam, én nem tudom, hogy kell, én ezt bénán csinálom, nem is csináltam. Nekem ez nem megy. Tehát én ilyen, én érzelmeket adok, érzéseket, szívből közeledek. Na, de akkor próbálj meg most is. Jó. Te rendeltél extra adag kolbászos pepperonis pizzát? Nem, a szomszéd, te hülye, az én nevem van rajta. Kussolj, Feri, most ezt intézzel. Szia. Ez annak a szaga? Nem. Ha te szarul, ha nem, te szarul csinálom. Nekem a sokkal jobban megy. Emeltek szarni a budiből. Nekem ezek mennek igazán jól. Haltesti dolgok vannak. Hogy leszel így szexuális ragadozó, ha nem is tudod, hogy kell ragadozni. Nem tudom, hogy kell ragadozni. Olyan, hogy tényleg egy ilyen szobacsincsilla, akit kiküldtek, hogy most miért parkasnak kell lenni. Jó, oké, tessék, újra megpróbálom. Szól a csöngő, szól a csöngő. Magad! Jézusom, nem lerakom az ajtó elé. Nem. Ez nem még egy klumpaics nem. Repül után. Nem életed, nem vagyok után. Hogy lett neked feleséget, Balázs, elraboltad? Nem megy. Na jó, akkor na, de kedves hang, de várjál, kezdjük ott. Kedves hang, tehát kedves egy ilyen hang. Kedves szól a kapucsengő, te felveszed. Most legyen Zsül a lány. Jó, oké. Okay. Szól a kapucsengő. Igen. Halló? Pizzafutár vagyok. De ez nem kedves. De miért? Hát egy ilyen kedves. Megjött a pizza. Hello. Fincsi, finom. Nem. Kolbászos. Nem. Mutasd meg Ferinek, hogy milyen egy ragadozó. Hello. Jaj, ne, várjál, ez nem valami ilyen öreg, ilyen... Nem. Hello. Hozzon Gábor, te vagy az. Hello, a pizzafutár vagyok. De ki beszél ilyen, milyen intonálva? Hát, mert kedves akarsz lenni. Ömveri 15 éve, de mindenki nem ilyen. Hello, a pizzafutár vagyok. Hoztam egy kolbászos pizzát. Hát így nem lehet becsőzni. A pizzafutár vagyok. De ilyen kedvesem. Én vagyok a pizzafutár. Ilyen otthon is? A kedves. Hello, én vagyok a pizzafutár. Megkapod a kolbászos pizzámat? Nem itt van a foglalkozás. Nem itt tartják. Van. Kicsit, meghoztam a havit. Nyomd a gombot, nyanya. A férfi, akitől nem kell féljünk. Igen, nyanya, engedj be. Mindjárt csak a vészén vagy. Azt szeretem, ne fürjélek. Nem megy. Az, hogy te rossz háziasszony vagy, én rossz pizzafutár. Jó, akkor cseréljünk. Jó, mi vagyok én. Háziasszony. És te nyomulsz nőként rám? Igen. Én vagyok a pasi? Igen, ilyet még úgy csak. Nem lehetek nő? Lehetsz, akarsz, én legyek férfi. Jó, oké. Megjöttem. Gyere föl. Jövök. Látod, rágyújt. Suttog a kaputelefonba, érted? Hát már most összeszarom magam. Szia, ne ragudj, hogy... Igen? Használd a hambelikenységet. Mostod kell? Neked is kell szarnod. Mindenki szarni jár hozzá, majd, hogy megdugnál. Híresen nagy a csésződ. Nem. Sajnos nem vagyunk jók. Híresen nagy a csésződ. Te helyre tennéd, én meg bénán csinálnám. Szóval ez nem jön. Fel kell ismerni a saját korlátainkat. Ennyi? Jó, tehát ez nem megy nekünk. Jó, szerintem, hogy Feri sokkal többet szokott udvarolni. Jó, tessék. Feri megérkezik, de én már kiszálltam. Kicsit nyomulva érkezik meg, jó? Tehát nyomul, 50-es kategória, volt futár, megérkezik, és egy ilyen kicsit ilyen 50-esen megpróbál úriember módjára nyomulni. Tessék, igen. Megérkezik, hozza a dupla kolbászos pepperonis pizzát. Te otthon vagy egy fürdőköpenybe. Puma vagyok? Mi vagy? Nem vagy? Egy kugár. Egy ragazó. Az egyedülálló nő, aki otthon van. Egy kedvesen idősödő, de nagyon vonzó hölgy. Jó, az a Feri kategóriája. Akkor fölcsöngettem, ott tartunk, ugye? Igen. Hello, meghoztam a rendelést. Mondjuk ő nagyon puma. Én összeszarom magam a liftbe, lerakom az ajtó el, és elszaladok. Gyere be! Te kis bajszos! Te kis bajszos szakállat! Ő rendelte a dupla kolbászos pizzát? És hogy a full dokli? Bajban, hívjak mentőt! Rosszul van, hölgyem? Gyere fel! Kremi vagyok! Hoztál bogyoró krémet, van egy vizslám! Van egy cigit!
Gyerekek, mi hárman nem találnak egymásra. Ital van nálad. Ital van nálad, kisfiú. Az öreg kivéhet spiné, meg az öreg izé modoros volt után, érted, azon a egymásra találsz. Az a baj, hogy de én is azonosul leszem, hogy én nem vagyok kitéve. De nekem veszélyeknek, mert engem akkor meglátnak, nem azt szokott eszébe jutni, hogy zavarba hozom ezt a hatalmas asszonyt. De amúgy az lehet, hogy működne. Hogyha lenne egy ilyen felragasztató, tudod, olyan dolgokat tudna ragasztani magad, amire elveszek kedvét a férfiaknak, attól kikezdjenek veled. Amikor hallod, hogy már jön valami nagyon tesztoszterontól túl duzzadt húzgó után, akkor felveszed, tudod, van ez a gége mikrofonos, tudod, mint a gége lyuk. Azt a kolbászos picával tett az ajtó elé, mert kibelezlek. Na írjatok, drága hallgatók, elsősorban csajok, tényleg nők, hogy voltatok-e ilyen helyzetben? Mi volt, amikor egy kolléga borzasztóan nyomult? Amikor, és most nem csak futárokra gondolunk, vagy szerelőkre, hanem tényleg, amikor egy férfi borzasztóan nyomult a munkahelyeden, szórakozó helyen, irogatott, a szekunders szégyennel követett a munkahelyeden, vagy éppen tényleg futár, vagy csomagküldő fiú kezdett ki veletek. Jó, hát nézzük meg, de ne csak erre hagyatkozzunk, hanem hogy mit, milyen eszközé vannak, hogy ráztátok le, mennyire borzasztóak tudnak lenni a nyomulós idegesítő pasik, meddig mennek el, kinél volt az a hát nem határátlépés, hanem belső térbe való belépés, amikor akár hónapok alatt kellett valakit levakarni magatokról, mert követett, leskelődött, benézett, beült az autóba. Szerintem, ha ilyen kicsit elszánta a beteg palikról van szó, akkor határa csillagosség, nem? Szóval biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ilyen patológiás eset van, akit le nem vakarsz magadról, és hónapokig zaklat, üldöz. És nem értem, hogy miből nem értenek. Szóval azt mondom neki, hogy nem, ne haragudj, semmi esély, nincs, nem akarom, férjem van, nem tudja, és nem hagyja abba. Tehát, hogy valami betegség vagy ferdülés nyilván van. Hát vagy pedig csak ez az önhítsége, tudod, amiért igen? Azt gondolja. Aha, szerintem igen. Szerintem... Hogy csak azért nem mondja, hogy nem akarja, mert tulajdonképpen nagyon akarja. Na de amikor érted, már hetek óta követed, vagy hetek óta nyomulsz, és már százfajteképpen százféle nemet kaptál, ott már azért valami nem oké. Egy szociopata, vagy egyáltalán, de most sok minden lehet, annyira meg egy csomó, mert rosszul mondja a következtetést, tudod. Tehát, hogy van az, hogy így van valamilyen kis spektrum, az arra, hogy valami, és csak azt érzi, hogy nem tudja értelmezni az elutasítás, és mondjuk a kedvesen utasítanak el, akkor még mindig azt látja, hogy ez kedves. Aha, hogy ez még jelnek igen, veszi az igen, utolsó igen. Elutasítás is. Igen, mert ahol mondjuk külszocializálódott, a kedves az nem társult sose elutasításra, és kész. Na, mindjárt megnézzük az SMS-eket. Kifejezetten csajok, nők, hölgyek, lédik, madamok írjanak nekünk. Jó, jövünk mindjárt. 2 perc pontosan, 7:30, itt vagyunk a hírek után. Balázsék a Rádió Egyen. Itt vagyunk, 3:48 lesz pontosan, 2 perc múlva. Kérdezve, hogy jó lett a steak, Bali? Ez a bordás kifrisse szar ezzel a tömlős sajt. Hát kinek mi út? Hát kinek milyen rendes kollégái vannak? Feri kinek megint. Mit intézett? Kinek mit intézett az élet? Ferenc, igen, tegnap felajánlotta, hogy hozna némi húsárut. Volt egy ilyen nagyon mondom, gyors lejáratú. Nincs ezzel baj. Maradék mégis, akkor azt mondja, még jó. Kérdezve, hogy vigyek neked otthon, megcsinál, mondtam, hogy szerintem jobb, ha tetszál meg reggel. A hűtőmmel és az én serpenyőmmel nem biztos, hogy én meg tudom csinálni éreztem jól. Éreztem az SMS-t, igen. Amit a múlt héten bonyolítottunk, hogy te hogy kell ezt megcsinálni, hogy tök fölösleges leírnom. Nagyon-nagyon megismerheted már ezt az embert. Igen. Elmondanám, hogy avokádókat eszik, teljes avokádókat, sztékkel. Gyerekek, muszáj, tehát hogy itt nincs helye szénhidrátnak ez reggel. Ez nem vicceskedés, érted? Az ember komoly munka folyik. Valamit, vagy nem. Komoly testépítői munka folyik. Kérem szépen, itt odafigyelünk a reggel a fehérjebe és a jó zsírok bevitelére. Persze. Nagyon kemény, hogy rettegjetek. De ez nem szénhidrátot, a múltkor Viki csinált egy hatalmas adag paradicsomos tésztát, és ettem belőle. Tehát, hogy nincs ilyen para, hogy most akkor nem ehetek. Ez Vikiből. Tessék? Vikiből. Hát Viki nincs sok szénhidrát. Hát Viki nincs most szénhidrát. Most várj, most jön helyre, figyelj, helyre, aki jön, figyelj, hallgat. Bocsánat, elnézést. Elnézést, rizstésztát csinált, mondtam, helyre fog rakni. És mit csináltam még rosszul? Mindent, az életet. Nem ettem előle, drágám? Keveset ettem? Sokat ettem? Elmosogattam? Megcsináltam, lereszeltem a sajtot? Ezt akartam mondani, hogy most kanibál helyzet lenne, én a Vikiből max egy alaplevet főznék. Tehát semmi igazi. De jó alaplé lenne belőle. Szóval rizstészta volt. Eszemén ilyeneket, gyerekek. Nincs ezzel baj. Na de nektek amúgy van a családban kövér ember? Vagy húsos? Nem is kövér, mondjuk valaki van 3 kiló felesleg, bár így nagyobb családi körbe? Sehol? Nem nagyon. Ez az, látod? Genetikai igazából nincs nagyon. Na hát ez van. Ez előre el lett rendelve. Már ez jó vagy rossz? Mi? Ez most ez jó vagy rossz? Hát genetika. Kíváncsiságból van. Igen. Mert hogy most... Mindenki vékony nálunk. Vagy hát nem vékony, én normál. Azt most megenni, hogy te megeszel, most hozzá mentőt kéne hívni. Anyád rosszul főzött?
Ő nem? Nem. Jó főzött. Jó akkor főzött. Ez sem, mert ez szokott még kizárók lenni, hogy ja, ehetetlen. Nem tudom. Na, ez utána nincs valamilyen szakember, aki tud venni valami mintát a Balázsból, és megmondja, hogy mi az, amit be kell ültetni magamba? Lehet, hogy belőle tudnánk kinyerni a fogyasztó szérumot. Vakcinát Balázsból! Ez a plazmát adok nektek. Plazmát. Azt küldtem neked? Ó, azt nézted, mm-hmm. hogy a gyerek, ha ad az idős embernek plazmát a szüleinek, akkor a szülő visszafiatalodik a gyerek plazmájától. Igen. Úgyhogy este megcsapoltam a gyerekeket már. És? Hogy állsz? Még egy be kell adni, meglátjuk. Na, durva. Ez egyébként tényleg durva, mert foglalkozunk, az egy jó hír, igen, hogy a gyermekeid, utódaid, plazmáját, ha magadnak berakod, elvileg fiatalodsz. De hát aztán ez lehet, hogy csak valami TikTok videó volt. De megnézzük azt, láttam, amit küldtél, igen. Szóval, hogy arról beszélgettünk, hogy milyen az, amikor a palik rányomulnak úgy a csajokra, hogy a csajok nem tudnak elmenekülni, nem értenek a gyerekből a férfiak, ki kire nyomult. Ugye itt egy esetről beszélgettünk, hogy mi van akkor, ha hozzád fölmegy a mosógép szerelő, és hát tulajdonképpen levakarhatatlanul nyomul egy nő, ugye ezt osztotta meg a TikTokon, és aztán átmentünk arra, hogy mi van, amikor egy férfi annyira vállalhatatlan, hogy levakarhatatlan, milyen eszközei vannak egy nőnek, illetve hogy menekül, és hát vannak egészen megrázó SMS-ek egyébként, hogy milyen prostó módon tudnak nyomulni palik, meg hogy milyen nehéz helyzet azért ez sokszor egy nőnek, vagy hogy milyen ijesztő például. A Kék Sportáruházban dolgoztam vidéken, amely szántóföld mellett épült, este elég kietlen, egy elég elmerődnának kinéző vásárló apsi, lenézett nevemet a mellény zsebemről. Egész vásárlás alatt a nevemen szólított, és randíra hívott. Kedvesen visszautasítottam, amit most zártunk. Az áruház előtt ott volt kocsival, sötét parkolóban. Mondtam a kollégámnak, hogy inkább az áruházban alszom. Facebookon is bekövetett a rohadék, szerencsére rendesen volt, és hazavitt a kolléga. Másnap lecseréltük a keresztnéven a táblát. Isten óvja minden kereskedelmi vendéglátós eladó csajt, írja valaki, akinek akkor van rossz tapasztalata. Egyszer engem egy mosógép szerelő szeretett volna Tokajba elhívni borozni, de mondtam neki, hogy nem köszönöm, szerintem irányosan sokat fizettem utána, szóval le lehet mondani, minden, de annak ára van. A bosszú. Azért az így kemény ebből a formában, hogy ha már nemet mondasz, akkor viszont utána drága. Legjobb, amikor a fogászaton a középkorú orvos állami közölte velem, hogy ó, milyen szép torok. Na jó, de ez inkább csak egy ilyen, hogy is mondjam, csak egy nem nyomulás, de parasztnak paraszt. Külföldi volt is törököt akart mondani? Milyen szép török, igen. A McDonald'sban egy régi munkavállalónk minden egyes rendeléshez a Drive-on kiadta egy cetlin a telefonszámát, majd kacsintott mellé és hozzátette, hogy ha valami kimaradt a rendelésből, gyere vissza hozzám bátran, beteszem neked. Üdvegy volt műszakvezető. Ezt értem. Hát oda jöttek a Drive-hoz szorolod autóval, és ő kiadta a rendelés meg a saját számát. Gondolom a jó csajnak. Hogyha valami még kell, akkor beteszem neked. Jó, de rossz ez. Na. És ráadásul ilyen rossz dumával. Igen, hogy beteszem neked. De Super Size menü volt a sima. Super Size. A kőműves nyomult nagyon nálunk, a hőszigetelést csinálták, durván lerázni nem mertem, nehogy félbehagyják a munkát. Jó idő volt, így a nyitott ablaknál úgy tettem, mintha a barátnőmmel telefonálnék. Elmeséltem neki, hogy mit mondott a nőgyógyász. Délután már a kávét is alig akart elfogadni a csődör. 3 nap múlva befejezték a melót. Marci küldte nekünk. De várj, mi az, hogy mit mondott a nőgyógyász? Hát, figyelj, hát szívem az van, hogy tudod, volt ez a kis baj, betegség. Hát volt a nőgyógyász. Értem, éppen gyógyulok. De hát emlékszel azokra a fekélyes kelésekre a hüvelyemben? Na, kiderült, hogy ez nem múlik el még egy darabig. Úgyhogy most akkor lemondom ezt a swinger klubot. De... Borzasztóan levedzek. Igen, leültem a kanapé. Féra. Érted? Egy velence tólet alattam. Kuka! Ennyit van, ez kuka, megint lehetek újat. A hétre már a 3. műbőr kanapé ázik el. Viszont így áll a csávó kezében, egy kicsimben, azonnal megcsinálja melót. Engem egy telekocsis út után zaklatott a sofőrbácsi 60-as plusz volt, amikor kiszálltam, jött az üzi, hogy mennyi az esélye annak, hogy megígyak vele egy kávét Budán, mert teljesen elvarázsolta a személyiségem, amíg felértünk Budapestre, 1,5 órás út, amit egyébként végigaludtam. Annyit írtam neki, hogy biztosan összekever valakivel, mert velem biztosan nem. Majd minden héten írt egy üzit, hogy mikor megyek megint vele. Fekete listára raktam amúgy. De ő legalább még intelligenset írt, hogy teljesen elvarázsolt a személyiséged, ígyunk meg egy kávé. Utálom ezt. Az olyan, nem, ez olyan, nem jó? Ez kamu. Az, hogy valaki nem szól hozzád más hőrán keresztül, és aztán írsz neki egy ilyet, és az annyira durva, ez a lövés mindenre, tudod, hogy így hátra, te most olyan lelki állapotban vagy, hogy ez most nagyon jól esik neked, és közben pedig nyilván nem derült ki róla. Írhattam azt is, hogy figyelj, nem akartalak zavarni, láttam, nagyon fáradt vagy, de hogy nagyon szívesen megismerkednék veled, tudod. Az egy másik sztori, abban van valami valóság alap, de az, hogy így belehazudsz valamit, ami nem történt. Szerintem a mai világban már az is szép, hogy itt valamit normálisan próbált megközölni. Tehát ahhoz képest, amiket eddig hallottunk. Azt akartam mondani, hogy azért nem tudom. De ezek durvák, ezek az együtt utazások amúgy. Nagyon sokat én is jártam a régebben, carsharing,
applikációval, és ott vannak arcok, vannak arcok. A carsharing az az, amikor beülsz máshova? Igen. Telekocsi, meg ilyenek. Vadidegenül beülsz egy másik ember mellé. Hát ugye ezt esetben nem ajánlanám senkinek, tehát hogyha Balázs meglátjátok ezt az alkalmazást, no. De igen, van, hát ugye nagyon sokat jártunk, akkor ugye volt a MÁV-val baj mondjuk, és akkor Nyíregyre jöttük, mentünk, akkor sokszor volt az, hogy ugye regisztráltunk oda, és akkor vagy vittünk, vagy mi is mentünk valakikkel. Hát ezek kemény sztorik voltak. Volt haverom, akivel felborult a kocsi. Jézus Isten. És meg kiszállt, és tovább stoppolt az M3-asról. Az empatikus. Ez már nem megy tovább. Ő az empata volt, tudod, az empatikus. Sajnos már nem kell vizsgálni, van, és már ment is tovább. De jó sztorik vannak még. 30 évvel ezelőtt egyszer hazavitt egy taxis Budapesten, akkoriban költöztem haza külföldről, sokat kérdezgetett erről, belőlem meg ömlött a szó, aztán a ház előtt még beszélhetett, majd hirtelen minden átmenet nélkül hátra nyúlt, megfogta a combomat, és kérdezte, hogy mi lenne, ha ő most itt ebben a helyzetben megtenni azt, amit megkövetel haza. Hát nem így van írva. Teljesen lefagytam, 20 éves voltam, ő meg egyre agresszívebb lett, hebegtem, hogy ilyen hirtelen nem állok készen intim kapcsolatra. Végül valahogy ki tudtam szállni, elrohanni a kapuig. Bezártam magam mögött, mielőtt odaért volna, azóta nem ültem egyedül taxiba. Ez milyen durva. Ki is szállt utána. Engem a vámosok szoktak mindig kivenni, legutóbb egy odahívott útellenőrzés, majd a kisfiamra nézve megkérdezte a férjemtől, hogy miért csak egy gyereket csináltam neki. Előtte lévő utazásom, meg a kézipodgyászomat túrta szét egy ellenőr, és a melltartomat kivettem, mosolyogva gratulált a férjemnek. Azért ez az igazi tukó, úgy, hogy ott van a férjed. Húztustalan ember. Fodrász vagyok, az egyik vendégem férje nem hagyja abba a próbálkozást, nem szólhatok, mert a házasságukat nem szeretném tönkretenni, viszont már próbáltam a felesége felül is óvatosan tolni az ügyet egymás iránt. A feleség azt mondja, minden szuper, a férj pedig teljesen az ellenkezőjét. Kínos az ügy. Hát ez nagyon nehéz, ilyenkor kihazudik, meg egyetlen, de mondjam, tök minden, mert ott van a gyűrű, akkor meg mindegy, hogy kihazudik. Igen. Eladó vagyok egy kisboltban, 50-es éveimben járok, hát lehet, hogy több faroképet kapok nőszingli idős pasiktól, mint gondolnátok, eztán persze úgy jönnek bevásárolni, mint ha semmi nem történt volna. Ha nyugdíjba vonulok, könyvet fogok írni erről. Azért a boltban a néninek elküldeni a Zsorski Fli mellé a képet, azért ez elég erős. Marika, ez vagyok én. Ja, Marika, egy a kakaós tej, de ha lapozol egyet, van ott más is. Csavaros kifli. Annyira szeretném tudni, mi zajlik a fejükben, akkor otthon ülnek a karosszébe, és azt mondják, mit csinálják délután? Várja csak. Lemegyek vásárolni, és aztán, de előtte még, várja csak, egy fotót, nem? Ezredes? Mutassam a legjobb arcát, így is van. Hadd szóljon. Na, lenyűgözöm a hölgyeket. Volt egy asztalos Csepelen, 44 éves, aki SMS-ekkel zaklatott, néha válaszoltam rá, de folyton írt, kérdezgette, hogy vagyok. Aztán a pályára jár, rájött, lebukott, a csaj balhét csapott, engem hibáztatott, pedig a férfi volt nyomos, így végre lekopott. Nekem volt egy kollégám, nagyon nyomult, másfél évig udvarolt, aztán hozzámentem feleségül. Ezt mondjuk igen, a megoldás egyszerűbb. Nem tudtad felvenni a konfliktust, úgy volt vele, hogy inkább nem konfrontálódok, belemegyek. Valaki belement, 5 évvel ezelőtt egy redönt jött át szerelni a szomszéd fiú, 3 hétig szerelte, már megkérdezik tőle, hogy a végén oda akarsz költözni minden hétvégén, és csak mosolygott azóta már a férjem. Tehát, hogy azért ez van, ahol így működik. Nálunk a munkahelyemre jött a telefonszerelő, és a kolléganom nagyon bejött neki, ezért egy hétig visszajár, sajtos tallért sütött neki, illetve üzenetekkel és hívásokkal bombázta. Úgy lett lerázva, hogy a kolléganom már nem jött be dolgozni, amikor jött a telefonszerelő. Azt amikor egy csávó bejön egy tál sajtos tallérral. Hogy asszátok, gyertek, neked hogy asszátok. Sütöttem. Hát figyelj, nagyon tetszesz. Én nem mondom, hogy egy kicsit nem inogdék meg a házasságomban. Végre mit valaki. Mit tudsz még sütni? Mi jön még abból a kis kájából, kemencétből? Amikor egy pasi süt így elsőre, kissé beteg, kissé fura, nem? Hogy így sütöttem sajtos tallért. Júj, ebben van valami nagyon fura, nem? Hány ilyen ember járt ebben a stúdióban az elmúlt 10 évben, aki így érkezett meg? Hogy ide hogy sütött valami? Hozott valami süteményt, sültet, fagylaltot, mit tudom, és itt ültetek kerek szemekkel. Egy férfi vagy. Igen, de most tényleg azon, hogyha szerintem, hogyha ilyen nőies dolog a sütés, nem? Tehát, hogy az, te is meg mondod, a pasi süt, igen, az elsőre azért az olyan picit olyan fura. Nagyon nagy a törődés faktor abban, hogyha sütsz valakinek valamit, tehát az már egy ilyen intimebb dolog, nem? És akkor ez kicsit olyan, mintha így nagyon hamar így meg love bombingolnának. Szerintem too much. Igen, tehát egy pasi elsőre süt a nőnek valamit, az szerintem tök visszataszító. Az azt jelenti, hogy ő az már sokkal előrébb jár fejben veletek kapcsolatban, mint amiben te még tudsz lenni. Első randi süt valamit, úristen. Nem áll. Én is sütöttem ma neked széket, cica fiú. Te miért csináltál ma nekem széket, te kis huncut? Nem, az első sütök valamit neked, pasiként. Ugyanilyennek tartom, aztán akkor nagy ajándékot adnak első randira, vagy mit tudom, valaki ad egy... Tehát én egy hattam. Mazerátit. Nem, volt olyan, hogy ismerősöm elment egy kis tinderes beszélgetés után egy randira, és kapott egy iPad-et.
Van. Mi ebben rossz? Hát sem sokkal inkább, mint a sajtos tallér. Azt érezte, hogy el akar titkolni valamit, és azért a pénzzel próbálja lenyűgözni. De miért veszel valakinek elsőre egy félmilliós iPad-et? Minden tehát, egyes randiára visz egy iPad-et? Nem, ez már csak így egy ilyen gyorsítósáv úgy hívják. Tehát, hogy és még egy iPad is van, tudod, kicsi manipulatív. Hogy valami olyan dumával adta neki oda, hogy tudjunk az iPad-ből is beszélgetni. Nem, azért ez nem annyira igen. A fészen bekövetett a nőgyógyászom, nem tudom, mit akarhat még. Tényleg, ott már minden volt, igen. Nekem, mint szolgáltató szerelő orvos, rendszeresen írnak rám este, hétvégén anyukák, már volt belőle féltékenység otthon. Aha. Szóval, hogy itt akkor visszafelé is működik azért ez. Na jó van. Gyerekek, köszönjük szépen az SMS-eket. Baleset miatt áll az M3-as Nyíregyháza felé, körülbelül a 90-es kilométernél. Köszi, hogy elküldtétek. Pilisabán aszfaltmarás miatt óriási a dugó, és van karácsonynál ez baleset, ez szerintem ugyanaz. M3-as Nyíregyháza felé óriási a torlódás. Jó, úgyhogy vigyázzon. Mindenki ez a 85-90-es kilométernél van Miskolc irányában, úgyhogy arra nem egyszerű most Nyíregyházára jönni-menni, mert ha nem a vonat rohad rá alattad, akkor pedig a 8 elterelés az M3-oson, vagy pedig egy baleset, szóval. Igen. Az iPad-es kérdezik, hogy nem Jákob Zoli volt? Mert ő szokott adogatni. Ő szokott adogatni, igen. Úgy Jákob Zoli, milyen lett egy első randi? Első randi egy Jákob. Szerintem ő nagyon oda teszi magát, nem? Tehát helikopterrel elmentek valami vidéki étterembe vacsorázni, onnan nem tudom, felszálltok valami kis repülőre, elmentek máshol, tehát ő szerintem nagyon oda dobja magát, nem? Deszert a Hortobágyon, egy nem tudom, egy szürke szaros marha árnyékában. Leves Sopronban. Mert ráadásul még ki tudja, hogy milliárdos, tehát lehet, hogy pont tök szerényen nyomja, nem kell már neki nagyon bizonyítani, nem? Nem tudom. Lehet, hogy tudom, mert nem veszi észre, hogy ő nagyon nem szerény. Ja, mint amely egy nagyon hangos Ferrarival megérkezik. De ez a mindennapod, akkor miért hazudnál? Ő mindig nagyon hangos Ferrarival jár, akkor most jöjjön egy kis poszkival a randira? Hát azzal járok, én is Ferrarival megyek. Nem kellemetlenek egy kicsit Magyarországon a Ferrarik? Hát a kátyú helyzetet figyelme lévő. Az egészen, valahogy nem ugrik le erről az országról, mert látsz Monte Carlo vagy Ferrari-t, azt mondod, oké, de beáll egy ilyen 50-es, nagyon nagyon szolariumzott csávó, egy Ferrari-val a Maglódi úton mellé, valahogy leugri, ledobja ez az ország nekem magáról a Ferrari-t. Nekem ugyanez az érzésem van Hummerrel. Nekem Hummerrel van ez. Ugye, hogy valahogy meglátom a Hummert az ilyen zsák utcában, félig le van már bomolva róla, tudod, a beton, az aszfalt, meg minden, csak így ott áll félt, és az ilyen. Miért? Gyönyörű autó, nem? Tehát tényleg nagyon szép autók a Ferrari-k. Tehát, hogy azért ott van egy-két típus, ami azért tényleg gyönyörű. Mindegyik, na oké. De hogy valahogy itthon, így ez egy kicsit úgy... A fekvőrendőrön fönn a kacaver. Ledobja magáról az ecseri út, nem? De nem így van, hogy úgy vala értem, hogy persze van, meg legyen, meg tök jó, meg... Nem sajnálom, de hogyha... Nem ide tervezték, az biztos. Nem. És lenne 50-60 vagy 80 millió forintot, nem biztos, hogy, tehát, hogy meg kell az ember győznöd arról, hogy te nagyon-nagyon gazdag vagy. De szerintem nem azért veszed. Az a mutogatós autó? Minden autó egy szimbólum, azért egy státusz valamilyen szinten. Egy Ferrari is azért, hát persze, gyönyörű, meg jó hangja van, de azért nyilván üzensz is valamit a környezetednek, persze. Most bármilyen autót választhatnál nagyon drágát, és 200 millióig, mit venné magadnak most így? Ha 200 millióig választhatnék egy autót? Igen. Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Mit vennék magamnak? Ferrari-t. Rohadt nagy Ferrari-t. Körbeértünk. Amikor szádosan is vennék egy Ferrari-t, amivel nem tudom mennyi van. Nem tudom, ezen gondolkoznom kellene. Nem Ferrari-t. Nem, kiugranék. De csak most itt kifikáztam. Nem, kiugranék belőle. Nem, inkább egy Lambo-t. Lambo. Volt nekem egy olyan autó, ami 2 hónapig volt, mert nagyon, nagyon ledobott. A Vagon E+. Az a Skoda Octavia. Hát annyira kirogtam belőle, érted? Hát tudod, mennyire kidobott az a kocsi. Nem, most nem mondom mi volt, nem ez a lényeg, de beleültem, és azt mondom, úristen, nem én vagyok. Tehát, hogy... Túl sok volt, a túl kevés? Túl sok. Tácsiad azt, te hülye vagy. Na jó, majd jövünk mindjárt, 2 perc, pontosan 8 óra. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók. Hello. Hello, hello. Ez melyik dal volt? Ez a Lionel Richie, vagy mi volt ez? It's just me you're looking for. Milyen jó kis dal volt ez egyébként, igen. Azt írja valaki, hogy nagyon szereti, amikor előtör belőled a pszichológus. Komoly? És ez mikor szokott történni? Nem írtak ilyet, de itt van. Annyira szeretem, amikor Eszterből a pszichológus beszél, és ad valós képet ilyen jelenségekről. Tök jó, köszi, Eszter. Nem tudom, hogy most mire jött. Én azt szeretem, amikor a pszichopata tör elő belőle. Én azt szeretem, amikor minden előjön belőle. Ez ugyanaz az ember. Ez az.
Tök jó, köszi Eszter, írta Adri. Ez egy ilyen kis csajos SMS. Lehet, ha a kedvességre gondoltatok, mert hogy azt többen írtátok, hogy ez a kedves visszautasítás nem működik. Tehát, hogy nem tudsz udvarias lenni és visszautasító, mert csak sokszor, keményen. Csak azért, csak azért. Lép egyet hátra, mondom, hátra! És lehet, hogy csak emléltek, igen. De hát, sok jó dolog van amúgy. Igen. Nagyon szívesen mennék Jákob Zolival egy randira, azzal a feltétel, hogy előtte legalább 5 vagy 6 órát tömegközlekedik, és a randira napján max 10 000 forintot költhet magára vagy magunkra. Egy picit leesen ő is, nem a pénze, emőke írta. De miért ne lenne most? Hát volt már szerintem neki is olyan, amíg nem építette fel a birodalmát, hogy így élt, most meg így él, más a pénztárca. Hát most miért kéne neki 10 000-ből élni? Na, nem? Ja, értem, tehát hogyha miért kéne rejtegetni? Igen. Hogy én tökre bírom azt, hogy ő ezt vállalja, hogy Magyarországon ez ugye nem nagyon divat. Nincs nagyon kultúrája, nincs vagy összelopták, kultúrája. Vagy összecsalták, lehet, hogy ezért mutogatni nem kell, nem lehet mutogatni, tudod, tehát hogy én például rajta, családok, rokonok. Én rajta például nem érzem a mutogatást, tehát hogy nekem olyan tök normális dolog, hogy a Jákob Zoli, aki fölépített egy rohadt nagy birodalmat, Ferrarival jár. Hát járjon is. Nekem például az ő jelenléte nem mutogatos. Annyira nem ismerem a csávót, de nekem ez sose jutott eszembe. Egy csomó olyan emberről, aki meg nem akarja ezt vállalni, hogy egyébként rohadt sok pénze van, inkább eszembe jut a mutogatás. Tehát akkor, ha valakinek igen, hippi autókkal járnak inkább. Hát, igen, az más, az ingyenes. Nincs még kultúrája ennek az igazán nagy gazdagságnak se. Tehát, hogy fiatalok is vagyunk ahhoz, most nem korban, hanem maga az országunk, mert ugye nincsenek azért itt, most még persze nyilván voltak, de elejtegetik el, meg el is vették tőlük, családokon átívelő nagy dinasztiák, akik azért hozzák, hogy Angliában, Amerikában, tehát hogy nincs valahogy még azért ennek a milliárdos létnek itt úgy kultúrája, hogy azért az jól visel, tud viselni, ne dobja le magáról az ország, tud is, kultúráltan is viseld, legyen is valódi tudás mögötte, nem csak az, hogy neked pénzed van, mert az, hogy felkapaszkodtál az uborkafára, úgy gazdag, nagyon jó, tök jó pénzed, de oké, hogy ez milyen kultúrát, meg mit teszel mögé, meg milyen intellektust, azért az egészen más. Szóval ennek azért nagyon nincs, van sok milliárdos, de intellektus és milliárdos és megtanulott, az nagyon kevés. Szóval, hogy... Az baj, nálunk ugye nem jó módon lesznek az emberek milliárdosak. Hát és ez ugye, meg a másik, és igen. És ezért elkezdődik alapból szerintem, tehát onnan indul az a dolog, hogy ez hogyan történhetett meg, és milyen ember vagy te, milyen karaktered van ahhoz, hogy ezt meg tudtad tenni, és hogy nagyon kevés olyan ember van ebben az országban, aki úgy lett milliárdos, hogy nagyon okos, nagyon rátarti, megy előre, és az ő saját útján járja, és jár, és jár, és a Jákob Zoli szerintem ilyen. Tehát a Jákob Zolit azért szereti mindenki, mert hogy neki nem volt szüksége segítségre, a haverokra, a cimborákra, hanem az volt, hogy volt egy jó ötlete, és azt csinált, végigjárta, és akkor most így élvezi azt, magának. Amit ki tudott magának taposni, és ezt azért nehéz szerintem kiénekelni valakinek a szájban, nehéz ezt így elirigyelni tőlem, mert azt mondom, hogy figyelj, utána lehet csinálni. Ezt kell mondani erre, hogy volt idő, amikor 24 órából 20-at dolgozott a csávó. Azt igen. Senki nem irigyelte, amikor nulláról elkezdesz építeni egy vállalkozást. Hogy 20 órát ott vagy benn, vagy csinálod, beletetted minden pénzedet, most már irigyled persze, mert látod, hogy Maldív, meg látod, hogy mit tudom én, Ferrari, azt a részét kell irigyelni, amikor beletettem a mellót. De ilyen, mint ő, azért szerintem hát egy kezemmel meg tudom számolni, kb. Kettőn. De nem nagyon szoktam erre gondolni őszintén, mert kicsit úgy vagyok vele, hogy ez a pénz, ez egy ilyen nagyon furcsa dolog, mert ugye sokan nagyon sokáig arra vágynak, hogy legyen pénzük, és akkor meg lesz pénzük, akkor meg már annyi ilyen kapcsolt betegség jön ezzel, tudod, meg annyi dolog, hogy amire odajut, hogy van pénze, már nem tudja élvezni a pénzét. Én ezt nagyon sok emberen látom, akik mondjuk a szórakoztató iparban lettek pénzesek, hogy nem az van, hogy akkor ott ülnek, és azt mondják, hogy na, hát ez nagyon király, hanem hogy így egy ilyen folyamatos izében van, hogy jó, akkor ez meddig fog tartani, megengedhetem magamnak. Jó, igen, mikor vesztem el, igen, főleg a szegénységből jössz, és akkor azt a félsz, hogy oda nem akarsz újra visszakerülni. Igen. Igen. Na mindegy. Ja, meg Jákob Zoliad is lehet látni, írja valaki. Hát most az, hogy igen, hogy tehát hogy sok-sokat. Reménykedjünk benne, hogy igen. Reménykedjünk egyszer velünk is szemben, és akkor egy PlayStation 5-et. Nem? Addig mi jövünk szembe veletek, és ugye nyerhettek. És nyerhettek nálunk PlayStation 5-et, így van. Nézzük gyorsan, hogy mi a helyzet az utakon. Egy kamion és egy kocsi karambolozott Nagyfügednél, az M3-as autópályánál Debrecen irányában nagyon nagy dugó van, és lehet, ez ugyanaz, a 90-es kilométeren Nyíregyháza felé áll az M3-as baleset miatt. Pilis Csabán aszfalt marás van, emiatt van nagy dugó, és Szlovákiában a D2-es autópálya Malackánál Pozsony irányába lezáró baleset miatt egy kamionos küldte ezt nekünk. Ha van, friss küldjétek. Jó, 0-311-111 az SMS számunk.
Jó fölvetés jött addig, amíg gondolkozol. Zsolt írta nekünk, hogy virágot vitt a párjának. Hazavitte, odaadta, és azt mondta, az első szó az volt, hogy mit csináltál, hol voltál, stb. Nem az, hogy milyen aranyos, meg jó fej vagy. Ez jön az asszonytól. Na, de mit csináltál? Azt mondja inkább, te sejtőd. De ez miért van bennetek? Bennünk? Igen, a nőkben. Nekem szokott venni Péter virágot, és teljesen... A fejéhez vágod, és megkérdezed, hogy mit csináltál, hol voltál. Nem. Szerintem nem. Én azt gondolom, hogy egy igazi sunyec, az nem csinál elterelő hadműveletet. Tehát amikor valaki sunyog valamiben, ott nincs elterelő hadművelet, akkor csak az ott van, nincs tudod, virág. Hanem ott az ilyen gázlángolás van, tudod, hogy így, hogy miért, ez csak a fejedben zajlik. Szóval az inkább, nekem, én azt hiszem, hogy inkább ezt szokott zajlani, nem pedig hát, aki virágot hoz, arra ne gyanakodjunk. Hát én nem gondolom, hogy gyanakodni. Ha már gyanakodni kell, akkor már baj, akkor már mindegy, nem? Tehát, hogy én szerintem inkább attól ne féljünk, hogy elveszítünk valakit, akinek kilóg a léc a családi fészekből. Hát menni kell, hát menjen. Hát jó, de mint hogy 10 év házasság, 2 gyerek, te nem még ismerek szeret, ilyen körülményeket. Te még szeretsz, ő meg már nem. Én túlteszem magam rajta. Én azt érzem, hogy ha törnie kell, törjön 100-szor. Tehát, hogy ha van valami, amit lehet dolgozni, és meg lehet javítani, akkor azt javítsuk, majd dolgozzunk rajta. De ha valaki tudod, annélkül, hogy téged bevett volna, ebbe döntött a ti kapcsolatotoknak a sorsáról, vagy pedig arról döntött, hogy akkor ő akar csinálni valamit valaki mással, akkor ez nem rólam szól, az róla szól. És akkor ezt most mit állják oda elé, hogy az én akaratommal őt most megállítsam ebbe? Hát akkor menjen. Jó, de nem csomagolsz össze neki. Már össze van. Vagy egy kis szekrényben rakva a bőröd, igen. Ég is minden. Nem tudom, én nem hiszek abban, hogy szerintem jobb dolog, tehát hogy a veszteség mindig jár egyfajta szabadsággal is, és egy másik fajta élettel. Nyilván nem akkor, hogyha anyagi, meg gyerek, meg függés, meg ilyesmi van, tehát azért vannak itt korrektségi szintek, csak hogy önmagában így elméletileg én ezt érzem ezzel kapcsolatban. Most azért, mert azt írta a hallgató, hogy nagyon szereti a pszichológus énedet. Igen. Jó, nem kell mindenre előhozni. Én csak azért mondom ezt neked, mert Béka írt egy SMS-t, hogy valószínűleg már nincs valaha hazamenned, hogy hát a könnyebb ezt feldolgoznod. Össze vagy csomagol, igen. Na gyerekek, meglepő üzenetekre bukkantak a múltból diákok egy régészeti ásatáson Franciaországban, egy galfalú maradványai között kutattak, amikor egy agyag edényt találtak, benne egy kis üveg fialával, az üvegcsőben pedig egy apró cérnával átkötözött üzenet rejtőzött, írja a BBC. Másnap a csapat vezetője, Jézusom, de hosszú ez a ír, kivette az üvegből a papírost, és 1825-ös üzenetek voltak, képzeljétek el. A szakember elmondta, hogy találnak időkapszulákat, amiket házépítések során ácsok hagynak hátra, és ez is egy ilyen időkapszula volt. Egy kis üvegcsőben kell elképzelni, egy ilyen kis írott kis szövegecske, egy galfaluban átkötözve egy kis papírral, és az állt rajta, hogy tudós társaságok tagjai 1825. januárjában ásatásokat végeztek. Ez is ezt folytatja az ásatást, és itt ilyen tábornak nevezték. Elrejtették ezt a kis üveget, és most találták meg 200 évvel később az ásatások területén. Ebben van valami nagyon megható, nem? Ez egy ilyen nagyon szép pillanat, hogy ők már nincsenek, már halottak, de valamit leraktak, és egy nyom marad belőlük a jövőben. Teljes meglepetés volt, írják, egy varázslatos pillanat, emlékezett vissza az üzenet megtalálására az egyik régész. Tudtuk, hogy a múltban is folytak ásatások, de egy 200 évvel ezelőtti üzenetet találunk, ez egy meglepetés volt. És nézzük, milyen szépen van írva. Kesztyűvel kihajtogatták ezt a kis papírt, és ott van rajta, hogy 1825-ből van egy ilyen kis üzenet. Azért ez szép, nem? Hogy a keretre valamit és egy kézzel fogható. Hát hogy is mondjam, hogy csak lenyomata a múltak. Hirtelen kapcsolatban lépsz azzal. Na hát ez egy jó kérdés, igen, időkapszulát helyezel el, mit írnál bele? 89-ben, igen, 90-es, új kigyorsan építettük a szeretet otthont, ugye, SK-son. Ez milyen szép történet, te építettél szeretet otthont, saját kezdődött. Vályog téglát vettünk egész. Jó lesz majd nekem, most még nem volt biztos, hogy lesz ebben azt, hogy... Nem volt még biztos, a rádiózás, mit csinál szeretet otthont, építettem új kigyorsan. Figyelj, de ez mi volt, hogy először anyukának ez az átterv, és akkor ez nem tetszett neki? Nem, ezt a plébános Tóni atya találta ki, hogy akkor csináljunk a faluba egy ilyet. Tóni atya, igen, belenézett a kasszába, volt benne szerintem 3500 forint, mondta, hogy akkor kezdhetünk, meg vagyunk, és ilyen falusi összefogással készült az új kígyosi szeretet otthon, és ott tettünk le, és nem emlékszem, és tudom, hogy írtunk bele egy csomó mindent, és nem emlékszem, hogy mit. Hogy mi az, amit akkor, mi akkor leírtatok? Hát gondolom, gyerekként már... ilyen... Hát gyerekként 20 éves voltam. Ja, hogy már 20 évesen még szeretet otthon építettél?
ott laktunk a faluba, hát most miért ne építettünk volna? Nem tudtam ezt a vonalat. Szeretett otthon Davidet a Feri. Ez ilyen kedves dolog. Nem is, inkább olyan kedves. Hát azt hittem, már mindent tudok a múltadról. De az, hogy szeretett otthon Davidet, nem is saját. Összegezzük Ferencnek az eddigi életpályáját. Tehát amikor nem temetéseken énekeltél, akkor szeretett otthont építettél. Mi az Isten volt vele, te Feri? Semmi, ettünk, ittunk, bulisztunk, ez az új kígyós, ott van azt az épületet, azt a mi tégláinkból építették. Akadálymentesített változat. Mit csináltuk? Bálint Sándor szeretett szolgálat, ez az? Az. Katolikus szeretett szolgálat. Szent Erzsébet szeretett otthon új kígyós. Te építetted a Szent Erzsébet szeretett otthon új kígyósat? Hát egy csomó emberrel együtt. Csináltuk a vályogtéglát, vertünk, kiszáradt, abból építettük a De van akkor most valaki ebben a szeretett otthonban, aki fekszik egy kis szobában, és azt mondja, ez a Rákóczi fej, hogy nem tudja ezeket a szögeket. Nem tudott volna nagyobb szobát építeni. Igen. De most nem ez a lényeg benne, hanem hogy ott raktunk le. És most, hogy ezt mondtad, ezt a hírt, ez nekem eszembe jutott, hogy az most már 35-6 évvel ezelőtt volt, hogy vajon miket írhattunk bele. Na tessék, oké, akkor menjünk vissza az időbe. Ott vagytok gyerekek a szeretett otthonba, az új kígyóson, valahol ott, nem tudom, a Eszter a folyóparton. A nyíregyházi. Nyíregyházán egy folyóparton. Három kerekű biciklivel. Biciklizel, elesel, kicsit folyik a vér az orrodból, letörlöd. És írok egy cetlit. Nem írsz, találsz. Oké. Okay. Amit a jelenkori éned írt a gyerekkori énednek. Jó. Nem, a gyerekkori ír, vagy írhat a, gyerek, írhat a gyerekkori is a jelenkoridnak, de szerintem a felnőtt fejjel tudsz írni a gyerekkorodnak, vagy a gyerekkor, de a gyerek mit ír, nem, mit nem, tud jó, írni? Jó, igazad van. De várj, okay. Akkor én a gyerek... Én a helyedbe ide nem ültetnék. Igen, ne fogadd el ezt az állásinterjúra, nem mondj igen. Oké, okay, nézzük akkor, gyerek írjon felnőttnek, vagy mi írjunk felnőtt fejjel a gyerekünknek, hát, hogy mit kerüljön el, mit csináljon, milyen tapasztalat, milyen hibát ne kövessen el. Tehát szerintem a felnőtt írjon a gyereknek. Most a gyerek mit ír a felnőttnek, nem? Ugye? Szerezd meg hát mind. Tessék. Hát vedd el, ami jár. Leírhatok most egy palack postára, amit a gyerek visszaugorva a múltban megtalál, mint egy személyes üzenet. Jól mondom, az idő ugrabugrálás? Jó, most jó. Így jó. Hát a fiatal gyereknek van értelme tanácsot adni, hogy mit ne csináljon, vagy csináljon máshogy, vagy mire figyeljen. Jöttem helyzet? Egy jövőből talált időkapszula. Elesel, okay. Kicsit bibisa a térded, lehajolsz, és ott van egy kőbányai üveg. Kiszott belőle az utolsó cseppet, és írhatsz magadnak egy sort. Van már egy ilyen életösszegzés, amit leírnál, hogy elkerülje, ne tegye meg, megtegye. Időben vigyázzon, mit írnál rá. 2017 BTC. Ennyi. Várj, most 2024 sokan. Van. 2024 van. És most visszaküldöd a gyerekednek. Mit tudnál írni? Írnátok valamit? Gyerekednek, nem hát magamnak. Nem a magadnak, maga a gyerekkori érednek. Kis Balázsnak. A belső gyermekednek. A kis Eszternek, aki ott bringázik. Uh-huh. Vagy nem tudom, fog egy lovat vezetőszáron. Ezek mind a tiéd lesz. De ez lehet, ami nagyon egyszerű, hogy tanulj jobban angolul, tedd hogy ne barátkozz a Józsival, akinek kölcsön adtál és tönkretett az életedet. Ne menj hozzá az Erikához, mert az Erika egy... Ma. Mit tudom én? Hát most... Megyél bitcoint. Érted, mit tudom ezt én? Mondom, 2017 BTC, ez biztos ráírnám. Aztán szeretes kamerát a ház sarkára, hogy megtud, hogy kiszart oda. Ennyi. Ez az életetek, gyerekek. Ennyit tudtak üzenni. A fontos dolgokat. Hogy kiszartod. Nincs most egy summázott élet, igen, lő üzenet, valami, amit a kicsi Ferinek és a kicsi Eszternek elküldenél, hogy tapasztaltabb legyen. Ne dőj be. Egyébként annak, aki azt mondja, az új krumpi, a jó, hát jó, az is tele van szénhidráttal. Igen, ennyi? Nem tudom. Ez egy nehéz kérdés, az a baj, nem? Olyat nem tudnék írni annak a gyereknek, ami megmentesíteni őt attól, ami következik. Tehát, hogy most ezt nem írtam rá egy kitartás, mert akkor azt hiszik, hogy valami pártag leszek. Hogy ezért, hogy... Igen, erős erényt. Hogy igen, nem igen. Tudom. Csak a jobbik. Mert akármit írsz, tehát nagyon körülményesen tudnám csak megfogalmazni, hogy nem tudom, hát hogy... De van papírod, van tólad, annyit írsz, amennyit akarsz. De nincs ennyi, nincs. Keres Eszter, de írd Dani ezt is túl stílusban. Sajnos nehéz lenne most elmagyarázni. De... Kerüld el a Józsit hatodikba, mert ez a Józsi egy szemétláda, csak le akar veled feküdni, de ha azt megírod neki, akkor ő nem fog lefeküdni a Józsi valamit egy kicsit azóta is. Mert... Tehát most nem arra gondolok, hogy egy nagyon nagy életbölcsességet kell írni, hogy figyelj akkor mindenképpen, hanem valami az életedből az elmúlt 28-30 évből, amit ha a gyermekkorénén megtud és kikerül, vagy máshogy csinál, vagy nem esik bele, vagy nem lesz szerelmes, vagy nem mond rá, igen. Nagyon szomorú tudnék írni magamnak. Na. Én azt írom, hogy nem a te hibád.
azt tudom írni, mert hogy nekem nagyon sokszor az volt az érzésem gyerekkoromban, hogy amik történtek körülöttem, tudod, események, hogy úgy, miközben nem volt hozzá közöm, tudod, de mégis én éreztem rosszul magam miatta. És hogy így mit tudom, hogy veszekedések, vagy így egyáltalán, vagy hogy... Aha, tehát a gyerekként magadra vetted. Aha, igen, tudod, mert hogy így azt éreztem, hogy én ezen tudnék változtatni, hogyha nagyon igyekeznék. Mint minden gyerek ezt érzi. Segítene egy ilyen üzenet szerintetek? Tehát, hogy elolvasnád ezt csak, hogy ez nem a te odaírod, hogy minden rendben lesz, amit tudom, tehát ilyeneket lehet, de hogy tulajdonképpen szerintem nincs szükségünk ilyen üzenetekre, mert akkor megkíméled magad a munkától. Meg a nem lennél az hát gyerekek, vagy. Akkor ez a téma. Ennyi volt? Na jó, figyelj, de Sebessén Balázs, Otto. Nincs, jöjjön a ráborulós kaki. Nem tudom, én most csak hangosan gondolkozom. Mennyit DJ? Szanaszét fosták a kínai autópálya. Nem tudom, csak most persze nem csinál a gyerek máshogy semmit. Ez inkább egy gondolatkísérlet, ez csak egy játék. Ez egy ilyen hangosan gondolkodás. Egy gyerek megtalál egy üvegbe egy üzenetet, nyilván egy perc van elfelejti, nem fogja máshogy élni az életét. De hogy itt azért írnak jó dolgokat, amit maguknak üzennek az emberek, például tök jó üzenet, kerüld el az online kaszinót, de jó messziről, nyilván van egy komoly trauma ebben, amin ő végigment. Szülés után ne várj 3,5 évig, hogy kidobd azt a szaszt, tedd meg hamarabb, jobb lesz. Ugye? Hogy ezek azért ilyen kis fontos üzenetek. Röptében a legyet is kapd, de valószínűleg hiányként ez elmaradt, és nem sikerült. Tehát vannak itt azért nagy megbánások. Ne te legyél a vicces gyerek a suliba, inkább tanulj üzeni magának valaki. Ez is egy tapasztalat. Megugorhatatlan szerintem ilyet mondani egy gyereknek, nem? Igen. Inkább tanulj. 18 évesen laktózérzékeny leszel, Péter, ne foss 2 évig mindig szívesen. Hagyd a műsort Mónikának, ne akarj bekavarni, Balázs ezt írhatta volna magának, igen. Ja, Istenem, Bibó kollégium. Jó, de nagy duma. Nagyit írt Bibó kollégium. És megvagy. Ha oda jártál a Bibó kollégiumba, megvagy. Megvagy. Hát a Bibó kollégiumba járt a mostani honatjáig. És elnökeink, és miniszterelnökeink. Hát ott kezdődött a nagy. Nem kaptam meg a körlevelet. Nem volt, nem volt. Hát a Bibó kollégiát nagyon nagy duma. Bibó kollégium. Ha oda jársz meg. Ha úgy se érsz oda, teljesen hülye vagy. Ha oda jártál, és nem értél oda. Hát oda jártak sokan most a felső vezetésből. Ne légy szomorú amiatt, amiért az a lány lenéz, mert ő gazdag, te pedig nem vagy az, egy nap ő fog tanácsot kérni tőled. Milyen szép üzenetek vannak egyébként. Ez tök jó, nem? Hogy volt egy lány, szomorú volt, lenézte sokáig, cipelte ezt a terhet, de hogy aztán az élet csavart rajta egyet, és igazából tőle kér tanácsot. Milyen szép, nem? Ne bocsáss meg neki, hogy félre kefélt. Ehhez nem is kell visszamennem múltba. Aztán megmutatom neked ott ondulkot. Helyesek ezek az üzenetek egyébként. Igen. Csald meg a barátnőd, ő úgy is megteszi. Ilyet én is bántam amúgy meg. Na látod? Olyan mindenkinek van ilyen. Csak nem érzem ilyen kardinális kérdésnek, hogy volt egy srác egy ilyen túra alkalmával, egy ilyen német cserediák, akivel nagyon megvolt közöttünk így a kémia, de hát az nagyon hegykelegény volt, és az egyik barátnő meg nagyon nyomult rá, ott nagyon megvolt, és akkor látszott, hogy a srác amúgy így hajlik rá, de amúgy nekem ennyi lett volna. Ott ezt így, tudod, így elkapni előle, de nem volt meg bennem, tudod, a spiritus úgy volt emelem, és a barátnődnek adtad inkább. Igen, és akkor az a durva, hogy utána találkoztunk egy évvel később egy házi buliba, teljesen radom ezzel a sráccal, aki Németországban egy házi buliban összefutottunk, mennyi esély van erre. És hogy, de hogy onnantól kezd már, hogy összemocskolta a barátnő, most akkor mit kezdjek vele? Hát megmocskolhattad volna te is. Nem, még de akkor már az olyan. Ez azt tűnt, hogy feloldozás volt, találkoztatok egyszer. Nem, az egy másik sztori volt. Fogalmam sincs, miről beszélek, mindig. De ugye ez teljesen más. Igen. De ez is cuki üzenet. Nem baj, hogy kicsi vagy, megnősz és kigyúrod magad. Ezek szerintem tök cuki üzenetek, nem? Remélem, jól vagy, Jani. Na. Na majd olvashatjuk. Na majd, akkor köszönöm, hogy kapni fogunk. Igen. A 80-as szám lesz az 5. szám. Egy 4-es volt, mekkora dumák. Milyen jó dumák vannak. A 80-as szám lesz az 5. szám, 4-es volt. Na írjatok, drága hallgatók, jövünk mindjárt. Leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék! Balázsék a Rádió 1-en! 3.9 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Nagyon helyes dolgokat írnak a hallgatók egyébként. Van, ami megható, van, ami vicces, van, ami egy kicsit szomorú, és sok minden van benne, de egy-egy sorban, egy-egy, hát hogy is mondjam, csak mondat mögött mennyi minden van, milyen élettapasztalat, élettörténet, sors, azért az nagyon-nagyon érdekes.
Azt írja például Andi, hogy helyes, hogy mindenkinek jobban szereted a férjed, vagy mindenkinél, de a te álmod is fontos, azt valósítsd meg, hogy ne csak a férjedét legyen megvalósítva, elhalványul tőle a szeretet, és sok dolgod lesz vele, hogy életben tartsd a kapcsolatodat. Ugye arról beszélgettünk, hogyha elhelyeznénk egy időkapszulát, akkor a gyerekkor énünk, ha ezt megtalálja, mit üzennénk neki itt egy ilyen francia régészeti hírből kiindulva. És hát tényleg jók jönnek. Azt mondja, hogy egyszerűen tanulj meg nemet mondani, és akkor 40 évesen nem leszel ilyen kiégett szaralak. De ha ez is béna vagyok, akkor vegyél 100 bitcoint, és talán akkor menni fog. Az önszabotás és az önbántás még most is megvan, nem? Nem múlt el, igen. Minél hamarabb legyen, minél több gyermeked. Ne házasodj meg, amíg nem vagy 30, te barom, utóirat nyugi lesz nagyobb is. Zoli. Zoli küldte nekünk. Azt mondja, hogy ha már elkaptad a németországi testvért, városban lett látogatáson a tornateremben alvó 50 ember mellett a polgármester lányát, költözz oda, te barom! Hoppá! Igen. Ha néha tudsz nemet mondani, megkönnyebbülsz, és a világ sem dől össze, írja magának valaki a fiatalabb korényének, milyen fontos a nemetmondás. Cili után ne epekedj, mástól lesz két gyermeke, és elhagyja magát szívesen. Júj, de jó, mástól lesz két gyereke, és elhagyja magát. Igen, ez is szép üzenet. 2010-ben vegyél minden pénzedből bitcoint, ne veszítsd el a CD-t, Szeki küldte nekünk. Kedves F, aki egyébként nő, ne feküdj le ennyi pasival, az anyádéktól nem megkapott szeretetet, nem szerezheted meg a pasikon keresztül. Milyen szép üzenetek azért ezek, nem? És ilyen fontos üzenetek, hogy hány pasi, hány éjszaka, és mire rájössz, hogy nem tudod pótolni az ön szeretet hiányát. Én ezt írnám, kis haver, élvezd ki ezt a pár évet, mert hamarabb kell felnőni, nyugi, nagyon sok kudarc, csalódás és nehézség fog szembe menni veled, de csak így tovább, 22 éves korodról lesz egy szép új autód, mellett lesz az oldalbordád, és nagyon boldog leszel, apuval legyél nagyon sokat, sokáig nem fogsz tudni, kitartás, kis haver, ír a Barni. Ez is milyen szép üzenet azért, nem? Apuval legyél sokat, sokáig nem fogsz tudni, kitartás, kis haver. Nagyon szép üzenetek vannak. Ez is nagyon komoly, ezt üzeném, vedd fel a kapcsolatot a gyámügyel, és vitesd el magad. Azért ez is milyen üzenet, mi? Milyen kemény. Emény sorsok. Igen, szépek ezek az üzenetek, még ha nyilván sors is, de hogy milyen ezek az üzenet jellegű írások milyen mélyre mennek. Azt üzenném régi magamnak, hogy a 16 évesen a próbafülke előtt állva azt fogod hallani a zenikőtől, hogy ne gyere be. De igazából nem ezt mondta, mint utólag kiderül, rosszul értetted, mert azt akarja, hogy nézd meg rajta azt a melltartót. Roli küldte nekünk, köszönjük szépen. Nincs elég bajunk a Top Joy üzenetekkel? Kérdezi valaki, ez nem tudom, hogy mire vonatkozik. Jakupa van igen, az esküvői fotódon az árnyékszarv nem véletlen, hanem jel. Képzeljétek el, van egy ismerősöm, akit hát így megcsaltak, és úgy tudta meg, hogy a munkahelyre küldtek neki egy szarvat egy dobozban. Az kemény. És olyan munkahelye van, ilyen közalkalmazott, hogy ha csomagot kapnak, kibontják neki. Az kemény. Ez volt benne. Az kemény. Az volt benne. Az kemény. Az kemény. Az kemény. Négy feleséged lesz, menekülj. Ha felkér táncolni az a pöcs, menekülj, vissza se néz. Most az egyszer a szívedre hallgass, ne az anyukádra. Fú, ez is milyen kemény, nem? A végén minden a helyére kerül, nyugi, de óvakodj a vörös göndör lányoktól. Ne hidd el a Covidot, írtó nagy blama. Ne oltok. Igen. Álmaid nője egy nap majd téged választ. Miután kiégetten átment rajta a félváros. Ez most nem tudom, bol jó ír, vagy nem? Nem tudom, hogy ez így egyébként igen, ebben a formában. Amikor Edina megkér, hogy óvatosan lép be a tiltott rengetegbe, ne utasítsd vissza. Ezt majdnem a céges csoportba küldtem. A félre küldött üzenetek is megérnek egy kívánt. Igen. Én azt írnám a fiatalkori önmagamnak, 21 vagyok, szóval nem vagyok öreg, hogy tedd meg a 2016-os BL döntőt döntetlenre nagy téttel, ne vedd meg az első passzatot, mert csúnyán beleszaladsz, ne gyere össze azzal a szőke lányjal, mert a barna jobb, mint ő, és nem fog rombácsalni, és csináld meg az érettségit, mert felnőttként munka után nehezebb lesz, és ne hagyd ott az első munkahelyedet. Hát így ez 21 évesen már össze összeraktad, haver. Lehet visszacsinálni. Elég impulzívan döntesz, úgy érzem. Ja, azt gondolom, hogy van azért itt, igen. Sok minden van.
Igen, régen voltak dolgok, amiket másként csináltam volna, ha lehetne változtatni, ma már tudom, hogy minden hibás döntés kellett, hogy minden nap egy gyönyörű feleség és egy boldogan hozzám rohanó gyerkőc várjon, amikor hazérek. Ezzel kapcsolatban már semmit nem változtatnék. Azt mondja, hogy... Álmai nője, ja igen, itt van. Hallgass a nagyfaterra, elugatta, hogy ne tegyél fel mindent a fekete 25-ösre. Azért ez is szép, ha ez így valóban ez történt. Lesz egy lány az életedben, aki nagyon fog szeretni, de te szakítani fogsz vele, ne tedd. Kemény, nem? Most be is írom, hogy Kecskemét kaszinó. Fekete 25. Igen. Igen. Ne vedd meg az anyósodnak azt a drága kutyát, mert úgy is kidobja, mint a te pénzedet. Ez is milyen szép. Az anyós kapott egy drága kutyát, igen. Azt mondja, ásasd el a férjeddel azt a rohadt 30 éves vektrát az első vért izzadt műszaki után. Ne maradjon a nyakatokon még 8 évig. Igen, nyugi haver, valaki csak ennyit küld, minden úgy lesz, hogy eltervezted, ennyit küld saját magának. Akkumulátorgyárak építésére szakosodj, és erre alapíts céget. Nagyon szép üzenet. Ebben még egyébként csak a Bibó. Az vezet, csak a Bibó, nagyon nagy duma. Az is jó, hogy őszödön kapcsoltast ki a telefonokat. Jó, de nagy duma. Igen, mindenkit nézzél át egy detektorral, és mielőtt őszödre mész, állítass fel egy fémkaput. Hidd el. Hidd el a telcsiket. Hidd el, hogyha elveszed a telefonokat, igen, akkor jobban jár. Szinonimus szótár. Igen. Ne hallgass senkire, mindenek úgy kellett történni, hogy történt ahhoz, hogy az legyen, ami most van. Igen, hát ez is szép, de azért ez igen. Én azt hiszem, kis haver, élvezd ki ezt a pár évet, mert hamarabb kell felülni, ez volt, igen. Ne vállalj 30 éves korodra a gyereket, talán akkor nem lesz autista. Szeretem, de elfáradtam. Pff, ez is milyen kemény üzenet, nem? Ennyi minden van ebben, úristen, milyen nehéz sorsok vannak. Jó lesz a hétvége a feleségeddel, és sorsfordító ébresztő, de bár nem mentél volna bele a folytatásba. Aha, tehát itt volt valószínűleg valami kibékülés, vagy valami olyan dolog, hogy újra kezdték, igen. Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek. Igen. A kis lőrinc, hogy biciklizik ott azon a kis folyófartról néznek, hogy megtalálta ezt az üveget, legyetek bátorak. Igen. Elsőnek ijesztőnek tűnik, de ne félj oda nyúlni, szeretni fogod. Igen. Minél tovább marad szingli, annál többen dugják meg a későbbi feleséged. De szíves. Miért kopog a feleségre az ablakon? Tudom, ebből még így nincs baj. Nem ebből van. Én azt mondani magamnak, hogy ne várj 35 évig, még kimész külföldre, menj azonnal. Vigyázz Zsuzsival, mert lehet, hogy Zsolt. Maybe. Zsolti? Hát Zsézsé. Batata. Nem tudom. Szerintem azt tudjuk meg inkább, hogy a Sebestyén Balázs mit üzen magának most már. Nagyon sok inspirációt kaptál. Nem tudom, gondolkoztam, de ti sem mondhatok semmit, csak hűltetek. Úgyhogy amíg ti nem mondtok komolyat, addig én sem mondok komolyat. Én mondtam szomorú és komoly dolgot, mondtam azt. Mit mondtál? Most már mindegy, már elmondtam az előbb, és nem figyeltem. Ja, értem, tehát, hogy nem a te hibád. Igen. Azt üzenít, hogy nem a te hibád. Igen, a Sebestyén Balázs, akkor üzenjelek panába. Igen, nagyon nyomorgóba. Nem tudom, hogy mit üzennék. Az egy kicsit mélyebb elmélyülést igényelne. Ha komoly üzenetet akarnék megfogalmazni, arra kellene pár perc. Ez a buszsáv mind a tiéd. Nem, igen, de nem a bitcoinról üzennék, meg nem ilyen marhaságokat. Valószínűleg én is tudnék. De valami, ahhoz kellene nekem egy-két perc, de akarod, akkor a megszállás végére kitalálok valamit. Szerintem ez fontos, hogy egy kicsit ebbe elmélyüljél, igen. De egyáltalán nem cingáraz. De megjött itt, igen, ne felejtsd el, a kamera forog és rögzíti. Igen, hidd el, néznek nyersanyagot. Ne bíz egyetlen vágóban sem. Légy kedves a háttérmunkásokkal. Igen, nem minden kerül adásba, de azokkal is légy kedves, akik nem kerülnek adásba, igen. Ja, Istenem, nagyon helyeseket küldtek egyébként a hallgatók. Nagyon komolyak, viccesek, és sok-sok-sok-sok sors, és sok-sok élet, nem? Igen. Tunkolj te bölény. Az mindig működhet. Bármikor ellőhetett. Az mindig jó. Jól van, gyerekek, Fox játékunkra lehet jelentkezni. Yes! Szabaduljon el a pokol. Jöjjön egy a játékos számára nagyon izgalmas játék. A nyertes számára, mert hogy aki bekerül, az automatákat nyitogathat majd, és összesen 1 millió forintot lehet nyerni egész héten, de ha egy rosszat nyitok, akkor vége a játéknak. Mi ott álltok meg, ahol akartok,
ha úgy érzitek, hogy elég a nyeremény, de lehet tovább is menni. Olyan szinten trigger ez a játék, azt érzem, hogy én ebben nagyon jó tudnék lenni. Hát csináljunk egyet, de nem kapod meg a pénzt. Jó, nem kell a pénzt, csak azt akarom tudni, meg tudom találni a legnagyobb pénzt. És mekkora a legnagyobb nyeremény benne, ami van? Egyszer nagyon cuki vagy, annyira fogalmam sincs, hogy ezt nem tudom, de az azért, hogy van 50 ezeres, van 100 ezeres, szerintem nem nyitottuk még ki az összeset. De nem tudom, hogy Zsül kinyitott most az összeset újra generálod. Szerinted a Zsül ezzel a hajjal tud bármit? Tehát tudsz újat generálni, ugye bármennyit. Hát akkor játszhat az Eszter egyet. Már annyit tudja, hogy tud új játékot generálni. Igen, kamuból. Na, nézzük meg, meddig jutsz, tessék. Nem tudjuk kinyitni az összeset? Mondj egy számot. Jó, mondom, 17. De egyet vihetsz csak el, egy 17-est elvihetsz, jó? Tessék, ez a tiéd. 10 000. De nem. Jó, mert tovább. Na, és mit csinált? Ja, igen, oké. Jó, oké, 13. 13-as. Jó, még egy. Állj meg, elég az neked. Nem, menj tovább, menjél. Menj tovább, a fiktív pénzből nem lehet elég. Jó, 19. Uha. Oda néz, hogy ez megy, mondom. Mához, hogy jön a lóvé, oda néz. Oda néz, mennyire vagy már, 60, 70? 70 ezer. Igen, 11. Hoppá, 90 ezer. Na, mondom, na most én, már legyen ez? Elég, most gyere, már legyen bohó. 7, 7-es, 7-es. Törülköző! Jó, jó. Nem tudom, hogy a törülköző, de ez nagyon jó. Ez már csak annak is, aki játszik. Nem, nélkül. 5-ös, 5-ös. Így jöttek el, ha jó, halva kívülről. Sapka is van. Jó, na, még egy pénz, a nagy pénz. A bal oldalon csak te. Nincs nagy pénz, 20-30 ezerek vannak, ez az összesen. Több is így, de. 16-os. Megvan az összes ajándék, a nagy lóvén, a gyerek. Nincsen nagy, ezek van. Van nagyobb is. Igen. Nem találod el. Farkas, minden ajándéktárgyad meg volt, és 90 ezer keset. Látod? Mit csináltál? De az nem úgy van, hogy mohó vagy. De már volt az előbb törölközön, azt rádobtam volna a farkasra. Mohó voltál. Szerintem ilyen 80-100. Farkas nem jó a tűzcsi. Mohó, jó. Igen, 80-100 azért már meg kell állni, mert a mohó vagy előbb-utóbb farkas. Jó, de most 30 ezer a legnagyobb, tehát nincs olyan, hogy 300 ezer? Én szerintem, azt hiszem, hogy 50 vagy 100 a legnagyobb, igen. Ezt lehet kinyitni. Jó, na megnézzük. Az egy jó kérdés. Jövünk mindjárt, jelentkezzetek játékra. Jó, nyitogatunk mindjárt. Jövünk 6 perc van pontosan, 9 óra. Az időjárás jelentés támogatója a Szatmári épületgépészeti és fürdőszoba áruházak. Az otthon felújítás szakértője. Hideg, meleg? Sőt, a nap műkajatban. Jövünk mindjárt. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Itt vagyunk, 9 óra után, 6 perccel jó reggelt. Kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók. És nem sokára nyitogatunk majd egy nagyon izgalmas Fox Post játékok keretein belül. Óriási pénzek, nagyszerű napszöngegek. Nagyszerű napszöngegek, borzasztó jó szatyrok, elképesztő sapkák. Lesz itt minden. M44-es Kuncermártonnál baleset, lassú a forgalom, mindenki vigyázzon. Egy kamion és egy kocsi karambolozott Nagyfügednél, az M3-as autópálya 85-ös kilométerénél áll a forgalom, ezt sokan elküldtétek nekünk, úgyhogy ez mindig tart reggel óta. Köszönjük szépen. Szánalmas anyagi helyzetem miatt játszani szeretnék, hogy kinyissam a rossz szekrényt, írja valaki nagyon, nagyon optimistán. És akkor még mondtuk, hogy a PDD ügyet még megbeszéljük, nem? De akkor játsszuk le először, és akkor utána egy kicsit PDD-zzünk meg. Lehet, persze. Ja, szexbotrány egy celebbel Amerikában. Én már kikereste, kik voltak ott a bulián. Na, mert mindjárt beszélünk erről. Józsi itt van velünk. Józsi! Hello, sziasztok! Józsi, hello, Józsi. Hogy vagy, Józsi? Köszönöm szépen, jó. Az nagyon pöröksz, jó. Micsoda életkedv, hatalmas nagy vidámság, vitalitás, minden van, illetve nincs. Persze. Home office van, úgyhogy most egy kicsit nyom is. És úgy hallom, hogy 4 gyereked van, tehát 4 gyerek és home office? Négy gyerek és most éppen home office, de a gyerekek azok nincsenek itthon. Mi mekkorák? 32, nem, 14, 10, 10 és 2. Iskola. Csodálkozó, hogy rezignált a hangja. Hát 4 gyerek után én is kilennék égve. De a home office azért ez hogy elterjedt, nem? És milyen jó. Nagy multiknál is már abszolút felajánlják. 3 nap munka, 2 nap home office, tehát már szinte benne van az ajánlatban, hát, hogy mennyit töltetek. Az extra nálunk csak egy nap van, de igen. És mi dolgozol, Józsi, mit csinálsz? IT-s vagyok. IT-s? Hát az meg mindenhonnan elérhető. Üzemeltetek. Engem ne adjál léci a kameraképen, jó, köszi. Ez a képkivágás, ez kikérem magamnak. Na, hogy feszül a kis szűke pólóra? Nem is, ilyen plán nincs.
Tehát ez nem létez, fölülről lefelé. Nem rossz, nem rossz az, nyugodtan. Nagyon sűrű a hajad, ne féljél. Ja, nem ez, nem ez. Izmok rendben, póló. Na, azért normális plána feléről nézd meg. Középen van. Van elég levegő a feje fölött, az úgy egy kép. Van elég levegő a feje fölött. Kicsi levegő van, nézd meg. Van neki is a fejével is. Felnőtt háborodva, szedjétek össze magatokat. Ez az Esztert? Sokkal levegő. Hát az ezeként egy ilyen kedves vízi hulla. Minden. Józsikám, itt vagy, issunk inkább, mondjál valamit. Na gyerünk! Nagyon izgi a dolog, úgyhogy mondjál számokat nekünk, jó? Egytől 20-ig. Hányat? 100-at! 11-ig itt ülünk, mondjál 100 darab számot. Ismered a szabályokat? Hát van 20 darab rekesz, és abból lehet nyitogatni, csak nem tudtam, hogy hányat. Egyesével nyitod, ahol akarsz, megállsz. Ha a farkas nyitsz, akkor meg elveszítesz mindent. Na, ennyi. Én is erre gondoltam. Jó, rendben. Akkor kezdjük a 8-assal. Ne csináltad, de nem bírom az izgalmat. Te izgi! 8-as. Oh, 50 ezer forint ebben a formában. Nagyon jó. Akkor megállnék. Meg is állt. Ja, tényleg az fontos, hogy bármikor megállsz. Tehát azért ez nagyon fontos, hogy bármikor mondhatod, hogy elég volt. Legyen a 12-es. Legyen! 12-es, jó, 12-es. Egy nagyon nagyon nagy szemcsi. Napszemegünk van. Nagyon jó. Akkor legyen még egy 19. Kedvenc szám, vagy miért a 19-es? Oda néz, mennyire vagyunk? 80 ezer, mert ez 30. Vagy. 4 gyerekre költesz, vigyázz. Gyura farkas előbb-utóbb. Még ne négesély. 3. 3-as? Gyönyörű kötött sapka. Kis Foxpos felirattal, teljesen jó merchandising. Egy Foxpos sapka. Na? Nagyon jó. 13. 13-as. Na jó, most már tényleg lefaradt holnapra. 110-nél vagyunk. Ez a fickó nem tud hibázni. Nem, nagyon érzi a lóvét. Na jó, még egy utolsót. Nézzük a 7-est. Legyen a 7-es egy utolsót. Még nézzük a 7-est. Egy megvan az álom kulcsi. Mindent elvittél. Vitte pénzt, sapkát, szemüveg, török. Minden megvan. Figyelj, megvagyunk. Na, hát tökéletes. Elég? Elég. Na még egyet? Egy utolsó? Nem, semmi? Nem. Akkor az össznyereményed így mennyi? 110 ezer forint 110. Plusz egy törökközes sapka és egy napszemüveg. Gratulálunk, ez nagyon menő. Nagyon szépen, gratulálunk. Köszönöm. Az önnyereményét a 10 éves Foxpost biztosította. A kis Foxpostunk 10 éves. Küldjük a pénzt neked meg az ajándékokat. Köszi, Józsi. Nagyon szépen köszönöm, szép napot. Hello, 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 hello. Egy nap, egy óra, egy percében lennék ennyire nyugodt és kiegyensúlyozott. Ugye? Nem? Tehát, hogy... Vagy csak életünk. Nem gondolom, nem feltétlen, csak úgy valahogy így igen, irillem. Irillem azért. Nyugodtabb vérmérsékletű. Igen, embereket. Azt mondja, hogy igen, hát erről most sokan lemaradtatok, de holnap is lesz még játék. Jó, Bali, amikor Viki azt mondta, hogy öltöz melegen, nem biztos, hogy erre gondolt, írja valaki. Köszönjük szépen. Nem. Na, mi van PDD-vel? Na, mik a legújabb pletykák, gyerekek? Állítólag fél Hollywood megborul, PDD ugye börtönbe ment, szexuális zaklatás, erőszak, abuzálás, kiskorúak, lánykereskedelem, fiúk, gyerekek. Állítólag az a test, az a rengeteg babaolaj, amit megtaláltak a villájában, sem babaolaj volt, hanem GHB flakonokba töltve, hogy ez most igaz, vagy már pletyka, vagy a TMZ, amerikai bulvármagazin ferdít, ezt már nem lehet tudni, de nagyon sok minden kering az egykori Twitteren, az X-en, hogy ez nem feltétlen, hát hogy is mondjam, csak babaolaj volt, hanem valami más is, és erre bizonyítékokat is bemutatott a csatorna. Na, de ki tudja, hányan vannak a listán? Na ugye az történt, hogy letartóztatták a Didi urat, mert a Dida didizett nagyon sokat, és a lényeg, hogy... többet is csinált, igen. Igen, szóval nagyon sok ilyen privát bulit tartott, ugye meghívta ide az üdvöskéjéket, meg azokat a híres embereket, akik úgy érezték, hogy erősítik a brandet, és ha jól jók az információ, akkor így délutántól, vagy késő estétől mondjuk hajna 3-ig volt a sima buli, és utána pedig jöttek az elszabadulások. Szóltak 3-kor, hogy aki nem akar, az ne maradjon? Szerintem ez valahogy jobban ki volt találva, és ott híres nagy bedrogozások, visszaélések voltak, és most ugye azt kutatják, hogy milyen hírességek voltak ott ezeken a rendezvényeken, mert egy ponton már nagyon összefort a neve a visszaélésekkel. Tehát, hogy egy ponton túl lehetett tudni, hogy aki oda elmegy, az ott jóra ne számítson, de a rendezvények nem álltak meg. Sőt, ha rákerestek Didire, akkor látjátok, hogy már több mint 25 éve voltak ellene ilyen különböző keresetek, tehát nemi erőszak, mindenféle visszaélések. Tehát, hogy azért nem egy ilyen fehér galéros bűnöző volt, hanem nagyon komoly dolgokkal lett megvádolva. Igen.
És ugye, amit mondasz, az van, hogy ugye, ha írják ki, hogy nagyon sok név van a listán, ugye a rendőrség most azt nyomozza, hogy ki tudott arról, hogy a Didinek milyen tevékenysége volt pluszban, mert ugye, amit az Eszter is mondja, hogy ha te ott voltál a partin, az egy dolog, de utána ezek a privát partik, ezek máshol zajlottak, és most rengeteg híresség fent van a listán, és azt próbálják bizonyítani, hogy tudott arról is, azért ment oda, vagy csak részt vett a hivatalos PDD partin, de utána már a szűkebb, hát hogy is mondjam, csak őrjöngősebb, durvább bulikon már nem voltak ott. Kik voltak, akik vele dolgoztak, tudhattak erről zenészek, színészek, akik az ő villájában megfordultak. Tehát, hogy nagyon sok kérdés az üggyel kapcsolatban, hogy mit tudtak PDD állítólagos tevékenységéről, mennyire lehet őket összemosni. És bedrogozott embereket is visszaélt a helyzettel, viszont nem csak nőket, hanem férfiakat is. És erről például Eminemmel kapcsolatban nagyon sok videót lehet látni, hogy Eminem reppel erről, hogy ugye a Didi az nem egy rapper, nem egy rapper, ugye ez egy P-vel kevesebb, de hogy tulajdonképpen azt lehetett mondani, hogy a zenészek között is kialakult egyfajta ellenállás, tehát voltak, akik nem voltak hajlandóak közösködni egyáltalán a Didivel, mert tudtak, hogy ez történik, voltak, akik pedig alkalmazkodtak ehhez, és szemet hunytak felette. És szemet hunytak felette, igen. És ők lesznek mondja megcibálva. Igen. És itt olyan nevek merültek fel, akikről biztosan lehet tudni, hogy részt vettek ezeken a rendezvényeken, mint mondom neked, Jay-Z és Beyoncé. Igen. Usher, Mariah Carey és Paris Hilton, a Kardashian lányok, azok közül is Chloe, azt hiszem, kifejezetten, igen, és Ashton Kutcher, és Leonardo DiCaprio. És a DiCaprio is felbukkant, igen. Na most kérdés, hogy milyen partin vagy ott? Tehát ott vagy-e hivatalosan, PDD rendez egy nagy, mit tudom, Oscar utáni hollywoodi partit, amit ott vagy kettőig, kettőkor levezettek azon a bizonyos lépcsőn, ami egy titokzatos szobában nyílt, ahol az elit lehetett, elvileg oda egyik, hogy nem mehetett be akárki. És akkor te bűrészes vagy, vagy tudtál arról, de nem csináltál semmit, csak ott voltál a házában, és bulisztál egyet vele. Más kérdés, hogy azért a szakmában neked ilyen a híred, és ez mindenki róla tudja, a 90-es évek óta dalok, videóklipek, szövegek, rebbetétek születnek arról, hogy majd a PDD, ha elkap, akkor veled mit csinál. Tehát ez egy köztudott dolog volt, meg egy köztudott dolog Amerikában, rappereknél, énekeseknél, színészeknél. Akkor te mi a fenét keresel egy ilyen embernek a bulián, ha csak nem az, hogy azért meg akarod nézni, hogy csúran cseppene ott akár egy tini lány, egy tini fiú, valamit nem lehet csinálni. Egyébként mert nem mész el. Tehát ha tudod valakiről a szakmában, azért az is ott is egy, nem azt mondom, szűk elit, de azért nyilván tudják, ismerik egymást. Híre van valakinek. És meghív a házába, hogy gyere el bulizni, hát vagy az, szóval, amit Eszter fölvetett, ez véleményes. Hogy a karriered érdekében azt mondod, hogy én elmegyek ide. Azért is ja, mert hogy mondjuk együtt dolgozol vele, így igen, van, vagy alárendelt szerepben vagy, vagy a cégében dolgozol, vagy... hogy figyelj, haver, eltűnsz a sülyeztőbe, ha nem jössz a... Na jó, de egy DiCapriót, egy Paris Hiltont, egy Ashton Kutchert, azért azt nem gondolod, igen. Nem? Hogy annyira rájuk tud, nem tudom, vagy kihat az ő karrierjükre. Nagyon érdekes, mert ugye a DiCaprionak a karakter alapból nem ennek köré épült, hanem ugye ő híres arról, hogy fiatalok a barátnői, viszont emellett meg nagy társadalmi felelősségvállalásokban van, bolygómentés, stb. Ami nagyon érdekes még ezzel az üggyel kapcsolatban, hogy Justin Bieber-t tartják a legnagyobb áldozatának, aki ugye úgy lett híres, hogy a YouTube-on lett egy videója, a felkelti videó, ahol ő énekel, utcazenél. És a Didi felfedezte őt, és akkor elhívta magához egy hétvégére, és a szülei 48 órára áthelyezték ezt a, hát custody-nek hívják angolul, ez a, amikor, hát ilyen... Felügyelet, őrizet, igen, tehát, felügyelet. 48 óráig ő lett a legális gyámja, mert ott valahogy máshogy vannak ott a jogi dolgok, tehát ilyen 14 éves korában rábízták kettő napra Didire ezt a fickót, és hát egy állítólag ott olyan dolgok történtek, hogy ez egy életre így megmarta ugye a Justin Biebernek a lelkét, és hát ugye innen már nehéz volt nagyon durán felállni. Nagyon érdekes videók vannak, ahol újra találkoznak, és aki így látott már, a Justin Biebernek így a kommunikáció, főleg ahogy így a nonverbális jelek, amiket így hogy látszik rajta, hogy így legszívesebben azonnal elpárologna egy helyiségből, mert rettenetesen ki van ettől az egész energiától, és nem tudni még, hogy pontosan mi történt, de állítólag a Justin Bieber fogja ezt most bele fog állni olyannyira, hogy nem már van egy dala, ami erről szól, hogy ő áldozat volt valamikor, és hogy írja valaki is, igen, ezt már írják a Twitteren is, csak ugye kell hozzá ilyen VPN-t, hogy meg tud nézni, hogy van felvétel is egyébként a fiatal koráról, magáról mit sem tudva, Didivel egy ágyban. Nagyon sok Puff Daddy-s videó van most egyébként a Twitteren. Amire kell külön ilyen böngésző, de hogy a testőr állítólag nagyon sok mindent felvett. PDD-ről, meg ezekről a bulikról. És ezek a videók, ezek folyamatosan kerülnek ki a Twitterre, ahol elvileg ugye ezek nincsenek nagyon cenzúrázva, csak kell egy VPN böngésző hozzá.
amit már telepítek is. És ott vannak ezek a felvételek, nem? És nagyon durva nyilatkozik a testőr is, hogy igen, ő nagyon sok mindent dokumentált. De nyilván ő is bajba kerülhet, hiszen ott volt a Puff Daddy mellett évekig. És azt mondják, igen, hogy itt nagyon nagy nevek fognak most borulni. Tehát, hogy az Epsteinnek volt ez a szigete, ugye, ahol a Bill Clintontól kezdve a Bill Gatesig nagyon sokan megfordultak. Most megint hosszú a lista. Úgyhogy hát kíváncsi vagyok, csak hogy mosod magad azért tisztára, mert közben azért tudjuk, hogy az egész Me Too, meg mindenki, egy csomó mindenkit elsöpört, és nem a Puff Daddy-re gondolok, hanem a környezetére, akik lehet, hogy ártatlanok, úgy lettek áldozatok, hogy soha semmit nem csináltak. Tehát itt ebben most megint mennyi majd a realitás, ez egy nagy kérdés, de hát ők nagy nevek vannak a listán, úgyhogy itt most nem, sokan nem nyugodtak Hollywoodban valószínűleg. Most már az is fölmerült, hogy ugye a Tupac-et is ő lövette le. Hát az ilyen gangster körülbelül régóta, mióta Tupac meghalt, azóta vannak összeesküvés elméletek Tupac, igen, hogy a P. Diddy keze benne volt, mert hogy akkor az East Coast, West Coast, meg egyébként a nagy rapper rivalizálásban benne volt, igen. Itt az van már, hogy elhiszed, hogy mindent lehet. Neked. Szerintem ők már olyan mennyiséget fogyasztanak mindenekből, meg olyan annyi pénzük van. Meg ugye ez az érdekes az amerikai jogrendszerben, hogyha végigolvassátok, hogy milyen perek indultak már a Diddy ellen, hogy tényleg ott a nemi erőszaktól kezdve a fizikai erőszakon át, és hogy nem volt börtönben, tehát hanem nagyon szabadon közszereplőkkel mutatkozva ő egy társadalmi megbecsült karaktere volt tévéműsorokban, stb. Tehát akkor ezek szerint ott úgy működik, hogyha van pénzed, akkor relatíve szabadon élhetsz bele a világba. Emellett meg hát azért tök sokszor hozzák őket összefüggésbe ilyenfajta gyilkosságokkal. Akkor ez meg emberkereskedelemről beszélünk, ami azért nem egy ilyen kis pályás téma. Tehát, hogy ő szerintem már abszolút omnipotensnek érezte magát, tehát hogy bármit bárhol meg tud oldani, el tud érni, stb. Hát, meg más volt a kultúra. Hát ha megnézed a 90-es évek, 2000-es, 80-es évek Hollywoodját, egész egyszerűen ez egy, hát nem is azt mondom, egy sajnos egy borzasztó jelképe a szexizmusnak, meg a nőgyűlöletnek, meg a férfi uralomnak. Hollywoodi producerek Harvey Epstein nem jelentették, nem volt még Me Too, nem álltak ki, szégyelted, mindenki az áldozatot hibáztatta volna, mindenki Puff Daddynek hisz gazdag és befolyásos. Tehát ma már ez az előmerünk állni, és elmerjük mondani, és igen, bátran nyilatkozunk és megszólalunk, azért ez a 80-as, 90-es, 2000-es évek Amerikában nem nagyon volt. Mondd ki, hogy tehát ez most már nem csak a nőkre vonatkozik, hát a P. Diddy férfiakat erőszakolt meg. Így van. Na most azért férfiként is kiállni, hogy téged megerőszakolt a Puff Daddy, ma már van egy közösség, aki téged ebben támogat, segít, terápiáz, kihoz belőle, és nem megvetve néznek rá, hogy igen, te tehetsz róla. A 80-as, 90-es években egy Harvey Epstein-nel kapcsolatban, mondjuk egy nő lenyilatkozta volna, hogy engem az amerikai leghíresebb producer megerőszakolt, mert azt mondja, babám, miért mentél oda? Sajnos így jártál. Ez van. Tehát, hogy tök más a megítélés, tök más a gondolkodás, teljesen más a társadalmi reakció is szerintem arra, hogy ma mit szólunk egy olyan nőz, akit megerőszakoltak, meg mit szólt mondjuk Hollywood a 90-es években. Hát voltak olyan filmek, ahol a film vászon az élő jelenet kedvére erőszakoltak meg nőt azért, hogy hitelesebben tudja eljátszani a szerepét, és nem lett belőle ügy. Sok évvel a forgatás után derült ki, hogy nem is tudom, melyik Marlon Brando vagy valamelyik filmben, ahol egy színésznőt 30 évvel később nyilatkozta le, hogy őt abban de egyébként tényleg megerőszakolta a színét, és a rendőző azt mondta, hogy igen, hát ez most így lett hiteles, na, igen. Akkor menjünk, együnk valamit. Tehát, hogy szerintem ez az oka annak, hogy most azért már nagyon sokan mernek, meg tudnak jelentkezni. De nagyon például egy DiCaprio vagy egy Ashton Kutcher azért nagyon nagy csalódás lenne. Nem? Hogy valahogy úgy más gondolsz róluk, meg úgy a szellemiségükről, meg amit képviselnek. Tehát, hogy itt is az volt, hogy volt zárt ajtó mögött másik világ. Tehát az is lehet, hogy ezek az emberek csak ebben az előtérben voltak járatosak. Tehát attól, hogy elment mondjuk este 10-kor, igen, másik két mondom, órára, az igen, nem azt jelenti, hogy ott kettőkor ott volt a titkosszobában. Hát igen, igen. Csak most ez, hogy bizonyítod magadról, hogy én csak a White Party-n voltam, aztán én már nem voltam ott. Tehát hát biztos, hogy benne nagyon dura szóbeszédek mindig is voltak erről. Tehát azt nem tudom elképzelni, hogy tudták, akkor... Tudták, persze. Hogy nem dalok vannak erről, meg rap dalok. Ugye az a kérdés, hogy a Harvey Epstein, amikor bekerült a börtönbe, akkor egy hét múlva megölték. Ugye? Hát a Diddy nem fogja megölni magát, ezt most mondom. Na de a Harvey Epstein se szerintem hát nem öngyilkos lehet, hát nyilván kidőtött. Hirtelen nyitva maradt az ajtaja, hirtelen egy rab odafért, és hirtelen egy héten belül, mielőtt a lista kikerült volna, nyilván nagyon sok demokrata, republikánus, szilíciumvölgyi ember az a lista rajta volt. Más költségvetés volt az a szitu. Itt azért, hirtelen ez meghalt a börtönben. Tehát ezek csak híres emberek, nem a nagy gonosz, nagyon nagy emberek. Én nem tudom, hogyha ilyen szinten vagy híres Amerikában, oda nem fér közi pökbe akár egy demokrata vagy egy republikánus, szenátor, politikus, és nem az elnökre gondolok, de hogy mondjuk szenátorokra, kongresszusi képviselőkre, nincsenek ott olyan arcok, akik azért tudják, hogy a Diddynek a buliába el lehet menni 13 éves kislányokért, akkor azért ebbe előbb-utóbb nem kerül ebbe valaki mondjuk a valamelyik adminisztrációból, vagy valahonnan. Nem, ahogy egyébként Bill Clinton is kiderült, hogy ott járt a szigeten, az Epsteinnek a szigetén, és ült a magángépén, mérülsz egy
kifejezetten köztudottan pedofil csávú magángépén. Rossz a szállt. Nem volt járat. Hanem azért, hogy elmenj arra Bahamai szigetekre, ahol ugye az egy pedofil sziget volt konkrétan. Mit csinált ott Bill Gates? Hát biztos elmen megnézni a szigetet. Mint a PDD, aki ilyen dolgot csinált, annak büntetés a börtön amúgy. Én szerintem nagyon durván. Black party utána. Én szerintem nagyon durván. Ezeket a csávokat valószínűleg ott azért nagyon elkapják. Kettő, hogy mindenfajta hierarchiádat, rangodat, pénzedet elveszítve, egyszer csak bekerülni oda egy nagyszerű repperként. Nem tudom. Nagyon elkapni, az nem biztos egyébként. Én azt nem. Az elvétele mindennek a megszüntetése, amit te voltál, az nagyobb büntetés, mint bemenni. Egyébként ugye a rep az pont ennek a rétegnek, vagy ennek a rétegnek. Kérdés, hogy ezek mennyire alvilági arcok, és mennyire eljátszott alvilági arcok. Szerintem ezek azért ott igazán világi arcok is. Közben itthon, ha valaki eljátsz, hogy Veszkó, Szízkó, alvilág, és akkor beülök egyébként a Renault Megánomba, azt tankolok az Esszok úton, kevésbé vagy nem, bum a fejben, nem? Tehát értjük az Oli, de hogy azért nem egy alvilági arc. Ott azért ez a Notorious B.I.G., Tupac, PDD, azért, hogy mennyire merülnek bele az alvilágba, és milyen kapcsolataik vannak, az is egy jó kérdés, hogy vigyáznak rájuk a börtönben, vagy a harmadik nap őket is elkapják. Ez egy jó kérdés. Hát a Wall Street farkasa óta tudjuk, hogy azért van börtön és börtön között is különbség, tehát hogy attól függ, hogy milyen anyagi helyzettel rendelkezel. Ez az egyik kérdés. Amerikában ez szigorúbb azért. Amerikában bevisznek, tehát Amerikában azért azt nem tudod elintézni, hogy te jó módú vagy. Ott azért ezt viszonylag szigorúan nézik, hogy milyen megyé vagy, hol vagy büntethető, be is vágnak, tehát ott nincs ez egy gazdagoknak egy ilyen nagyon luxus börtön. Én úgy tudom, hogy azért ők ebben sokkal-sokkal szigorúbbak. Hát én tudom, hogy én pont az elkezdőt tudom, azt hát, hogy egyikünk se tudja jól, hogy, hogy vannak azért, vannak ott olyan teniszpályás börtönök, ahol lehet így jól érezni magad. Nem gondolom azt, hogy ezt mindenféleképpen így kell, hogy járjon meg ússza, csak attól, az a feltételezésem, hogyha ennyi mindent megúszott az elmúlt években pénzzel. De tényleg egy nagyon hosszú is, tehát szerintem 2 A4-es oldalnyi kereset volt ellene. És mindig nagyon komoly vád volt, és egyiből se semmi. És most lett elkapva, hogy akkor azért nem gondolom, hogy annyira nagyon szigorú lenne az a rendszer. Valószínűleg nem tudom, most lépett rá valakinek a lábára. Lehet, vagy pedig most összegyűlt, tudod, hogy a pontokat. Igen, az Epstein, az a Jeffrey, bocsánat, mindig összekeverem őket. Az a Harvey Weinstein és a Jeffrey Epstein. Igen, ez a két nevet, ezt mindig négyféleképpen mondom, de tudjuk, hogy kiről van szó, bocsánat. Krupli Burgonya, Jeffrey Epstein és a Harvey Weinstein. Igen, ők még egyszerűen beszélnem, nem mondtam jól ezt a két nevet, mert mindig keverem őket. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Hogy ebből már valószínűleg azért nem mászik ki. Nem, hogy aztán meghal-e a börtönben, vagy elteszik-e láb alól, tehát ez is egy jó kérdés. Hát vagy öngyilkos lesz. Én ebben nem hiszek. Egy csávó ilyen múlttal, ilyen névsorral a kis bukszájában egy hét után megöli magát a börtönben, ez mindig nagyon kilóg a lóláb, nem? Jaj, gyorsan én öngyilkos leszek. A csávók azért szeretnek élni, meg akarnak élni, meg rettegnek a halálból, meg ezek gyávó emberek. Szóval, hogy közben azt gondolnád, hogy egyébként bemegy és végigzokogja az éjszakát, és hirtelen ott van egy börtönben, akkor azért sokkal gyávább lesz. Nem tudom, hogy mennyire akarja, vagy tudja egy ilyen típus igazán megölni magát. Szerintem ezeket elteszik lábalól. Hogy érzi magát egy ilyen helyzetben, hogy Jennifer Lopez, aki évekig járt vele. Állítólag ők elzárkoztak, a Beyoncé is levette a közös fotókat, elzárkózik, nem találkoztak már rappel, tehát amikor ki elindult a Puff Diddy-nek vagy a P. Diddy-nek a botránya, nagyon sokan nagyon gyorsan úgy határolódtak el tőle, hogy közös képeket is levettek, és mindent azonnal. Ő együtt volt vele, igen. Igen, éveken keresztül. Na és ott nem tűnt föl? Ez nagyon érdekes. Gondolj bele, hogy együtt vagy valaki emellett pedig titokban milyen utakon jár. Nem tudom, mert lehet, hogy az is van, hogy annyira volt a foglalva karrierükkel, tudod, azért egy Jennifer Lopeznek volt mit csinálni. Csak úgy együtt élegettünk, de hogy mit csinál apu este, az már nem számít. Igen, hogy tudod, csak ilyen side piece, hogy jól néztek ki együtt, aztán mit tudom, én fogalmam sincs, de a másik nagyon durva szerintem ebben a történetben, hogy lehetséges az, hogy egy fényes jövő reményében odaadja valaki a felügyeletét egy gyereknek, egy híres, rossz életű gangster zenésznek. Tehát ezt lehet azt közben, hogy bármely gyerekedet rábízd, így, hogy így figyelj. Én nem maradok itt, nem akarok zavarni. Tényleg érezzétek jól magatokat, és akkor majd jövök, érted. Ugye szerintem ez a csávó, ez egy akkora nyomást tudott helyezni ezekre a szülőkre, hogy higgy el, anyuka, hogy csak akkor lesz a gyerekből valaki, ha most én két napig csak vele foglalkozom. Az anyuka meg akarta, hogy a gyerekből valaki legyen, de ez tudod ugyanaz, mint a Szépség királynő kislány, hogy ott is anyuka a leglelkesebb ebben. Itt is valószínűleg úgy ment oda, hogy úristen, a gyerekemmel a P. Diddy fog foglalkozni, vigye Diddy úr! De vagy mennyi időnek kell eltelni, hogy emberek is itt magamra is gondolok, tudod, hogy tudjuk racionalizálni azt, hogy amikor valaki nyomást helyez rád, annak általánosságban nem lehet jó szándéka.
Tehát, hogy, hogyha sürgetnek, hogyha nyomás alá tesznek, hogyha elvakult, azt mondják, hogy ez vagy nem csak és most is. De, az, de igen, de ez az, hogy amúgy... Hogy hol jön a fék? Hogy, igen, hogy, se, nem, hogy, nem, hogy miért nem tudunk ilyenkor kizumolni a helyzetbe, és azt mondani, hogy figyelj ide. Azért az gyanús, hogy azt mondják, hogy ezen múlik, miközben nem tudjuk, hogy azért ott van a tehetség a torkában, meg egyáltalán, és utána pedig, hogy versenyeztek is a Justin Bieberért, tehát több producer is akart. Ha meg ott van 50 ezer dollár, meg 100 ezer dollár előkerül az asztalra, tudod. Hirtelen két szegény szülő, szegény utcazenész fiú, szóval meg más, hát nem volt ennyi ügy, nem tudtad még ennyire nyilvánosan, hogy mit csinálnak ezek az emberek, nem volt ennyi szexuális ragadozó, fogalmat se volt. Ahogy a Jackóknak is odaadták a gyerekeket, ugye a dokumentumfilmben benne vagy, jött a Jackó, és azt mondta, hogy akkor rendben, és akkor a szülők megtolták, hogy persze menjél a Jackó a Neverlandbe, aludjál ott, meg ebben semmi természetes nincs, egy világsztár egyébként a te gyerekedet akarja elvinni egy fellépésről, és vele röpködni a világon 2-3 hetet. Szóval, hogy azért ez is nagyon érdekes. Igen, ez a Bernardo Bertolucci film volt, igen, jól emlékszem, a Brando volt a főszereplő. Én is láttam ezt a cikket. Igen. Ja. Szóval, akkor azért ez egy nagyon más kultúra volt. Meg itt írja valaki, hogy a Beyoncé meg a Jay-Z benne van az emberkereskedelem vádba, vagy előbb-utóbb lehet, hogy ők is belekerülnek, hogy emberekkel kereskedtek. Mm-hmm. Ott van az R. Kelly, aki talán már börtönben van, masszívan pedofil volt, hálózatot működtetett, évtizedeken keresztül senkinek nem tűnt föl, több száz lány. Tehát ez közben az igazságszolgáltatás, a rendőrség is milyen vak, nem? Vagy hogy mennyire... Azért, mert elhomályosították a látásokat. All the single ladies, all the single ladies. De miért? Kijött rázza a kis széles csípét, jön a kopasz Jay-Zit, ölegetik, és full ember kereskedő az összes. Érted? Tehát, hogy mennyire sötét arca van a legtöbbnek, hogy micsoda ikonok, nem? Dollármilliárdokat mozgatnak a popban, a filmben, a popkultúrában, milliós koncertbevételek, világkörüli turnék, nagy csillogás, közben a csávó és a csaj lehet, hogy emberkereskedő. Érted? Tehát mennyire a végletek, nem? Hihetetlen durva. Kiderülne Delhusa Johnnyról, hogy a fényes karrierre mellett még ő is emberkereskedő volt. Nem tudnánk elhinni. Igen, tehát hogy nem fér össze. Nem jut nagyobb sztár esetben Magyarországon. Igen, tudom, hogy szerint Delhusa John, de legyen ő ma az emberkereskedő. Igen. Na is, elolvassuk majd, hogy mi a helyzet. Igen, izgalmas, ez most lázban tartja Amerikát. Fél tíz van, itt vagyunk mindjárt, jövünk rögtön. A nap legjobb pillanataival. Itt vagyunk, jó reggelt. Ez a Hajdú Petés reklám, így a téma után elég komoly volt. Több mint 200 celebbel aludtam együtt. Több mint 200-an aludtak már nálam. Volt, hogy a kamerák nem forogtak. De volt, hogy igen. Édes Istenem. Te voltál ott, Ferenc, te aludtál ott. Én igen. És milyen volt? Kis kiflinek? Valamit itatott velem előtte. Már nem emlékszem. Érdekes volt a reklám utána, de hát csak humorizálunk, nem kötjük össze. Mit csinálunk most? Haza fogunk menni szerintem hamarosan. Haza megyünk, csak előtte gyorsan megmutatjuk, hogy miről foglalkozunk. Amikor egy futárszerelő furán nyomul, ugye erről beszélgettünk, és megpróbáltunk elképzelni egy élethelyzetet, amikor én vagyok a futár Esztervár ott Halloweenben, illetve pont fordítva. De rájöttük, hogy nem vagyunk igazán ügyesek ebben. Nem vagyunk igazán ügyesek. El kell ismerni a saját korlátainkat. Igen. Mert ugye egy amerikai nő ugye posztolt, hogy mit kell akkor csinálni, amikor egy futárszerelő furán nyomul, és hát ezt próbáltuk megnézni, hogy nézhet ki a gyakorlatban. És időkapszulás SMS-eket is olvasgattunk, hogy ki mit üzenne 30-40 korijal korábbi önmagának. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Nincs otthon Péter, megérkezik egy, mondjuk legyen egy pizzafutár. Mm-hmm. Nyomul az idegen pasi a lakásodba. Mit csinálsz? Ki kezd vele? Telefonszámot kér, udvarol neked. Azt, Balázs, tessék? Most te vagy az, aki... Egyedül vagy? Szia, Husi! Hogy ki a kutyát? Jó, ez a volt te tarpa. Hogy ki a kutyákat? Hazarod vele. Azt mondja, mert nem vagyok jó, és sosem nyomultam, én nem tudom, hogy kell, én ezt bénán csinálom, nem is csináltam. Nekem ez nem megy. Tehát én ilyen én érzelmeket adok, érzéseket, szívből közeledek. Na, de akkor próbálj meg most is. Jó. Te rendeltél extra adag kolbászos pepperonis pizzát? Nem, a szomszéd, te hülye, az én nevem van rajta. Kussolj, Feri, most ezt intézzel. Szia. Ez annak a szaga? Nem. Ha. Ha nem, te szarul csinálom. Nekem a sokkal jobban megy. Emeltek szarmi a budit.
Nekem ezek mennek igazán jól. Haltesti dolgokat. Hogy leszel így szexuális ragadozó, ha nem is tudod, hogy kell ragadozni. Nem tudom, hogy kell ragadozni. Úgy, olyan, hogy tényleg egy ilyen szobacsincsilla, akit kiküldtek, hogy most miért farkasnak kell lenni. Jó, oké, tessék, újra megpróbálom. Szól a csöngő, szól a csöngő. Madonna! Jézusom, nem lerakom az ajtó elé. Nem, ez nem még egy klumpa is repül után. Nem érted, nem vagyok után. Hogy lett neked feleséget, Balázs, elraboltad? Nem megy. Na jó, akkor kezdjük ott. Kedves hang. Tehát egy ilyen kedves... Szól a kapucsengő. Te felveszed. Most legyen Zsül a lány. Jó, oké. Szól a kapucsengő. Igen. Halló? Pizzafutár vagyok. De ez nem kedves! De miért? Hát egy ilyen kellemes, megjött a pizza. Hello. Fincsi, finom. Nem. Kolbászos. Nem. Mutasd meg Ferinek, hogy milyen egy ragadozó. Hello. Pizza... Jaj, ne, várjál, ez nem valami ilyen öreg, ilyen... Nem, ilyen, hello. Kicsit... Meghoztam a hamit. Nyomd a gombot, nyanya. Édes Isten. A férfiakitől nem kell féljünk. Igen, nyanya, engedj be. Mindjárt csak a vécén vagyok. Azt szeretem, ne fürjél el. Jaj, Isten, nem nagyon megy, rossz. Nem megy, az, amit te rossz háziasszony vagy, én rossz pizzafutár. Jó, akkor cseréljünk. Jó, mi vagyok én. Nagy háziasszony. És te nyomulsz nőként rám. Igen. Megjöttem. Gyere föl. Jövök. Fel kell ismerni a saját korlátainkat. Ennyi? Jó, tehát ez nem megy nekünk. Jó, szerintem, hogy Feri sokkal többet szokott udvarolni. Jó, tessék. Feri megérkezik, de én már kiszálltam. Kicsit nyomulva érkezik meg, jó? Tehát nyomul. 50-es kategória, volt futár, megérkezik, és egy ilyen kicsit ilyen 50-esen megpróbál úriember módjára nyomulni. Tessék, igen. Megérkezik, hozza a dupla kolbászos pepperonis pizzát. Te otthon vagy egy fürdőköpenybe. Puma vagyok? Kedvesen idősödő, de nagyon vonzó hölgy vagyok. Jó, legyen jó, Puma, az a Feri kategóriája. Puma. Akkor fölcsöngettem, ott tartunk, ugye? Igen. Hello, meghoztam a rendelést. Mondjuk ő nagyon Puma. Én összeszarom magam a liftbe, ettől lerakom az ajtó el, és elszaladok. Gyere be! Te kis bajszos! Te kis bajszos szakállat! Ő rendelte a dupla kolbászos pizzát? És hogy a full dokli? Baj, van, baj, hívjak mentőt! Rosszul van, hölgyem? Gyere fel! Kremi vagyok! Hoztál bogyorú krémet, van egy vizslám! Van egy cigit! Gyerekek, mi hárman nem találnak egymásra! Itt hol van nálad? Na tessék, oké, akkor menjünk vissza az időbe. Ott vagytok gyerekek a szeretet otthonba, az új kigyorson, te valahol ott, nem tudom, a Eszter a folyóparton. A nyíregyházi. Nyíregyházán egy folyóparton. Három kerekű biciklivel. Biciklizel, elesel, kicsit folyik a vér az orrodból, letörlöd. És írok egy cetlit. Nem írsz, találsz. Oké. Okay. Amit a jelenkori éned írt a gyerekkori énednek. Na, hogy mit értelme? Kerüljön el, mit csináljon, milyen tapasztalat, milyen hibát ne kövessen el. Tehát szerintem a felnőtt írjon a gyereknek. Most a gyerek mit ír a felnőttnek, nem? Ugye? Szerezd meg hát mind. Tessék. Hát vedd el, ami jár. Leírhattok most egy palack postára, amit a gyerek visszaugorva a múltban megtalál, mint egy személyes üzenet. Jól mondom az idő ugrabugrálás? Most jó. Így jó. Hát a fiatal gyereknek van értelme tanácsot adni, hogy mit ne csináljon, vagy csináljon máshogy, vagy mire figyeljen. Jöttem helyzet? Egy jövőből talált időkapszula. Elesel, okay. Kicsit bibisa a térded, lehajolsz, és ott van egy kőbányai üveg. Ott van egy kőbányai üveg. Kiiszod belőle az utolsó cseppet, és írhatsz magadnak egy sort. Van már egy ilyen életösszegzés, amit leírnál, hogy elkerülje, ne tegye meg, megtegye. Hát megyél most... bitcoint. Érted, mit tudom? Ezt mondom, 2017 BTC, ez biztos ráírnám. Aztán szeretes kamerát a házsarkára, hogy megtud, hogy kiszart oda. Ennyi. Ez az életetek, gyerekek. Ennyit tudtok a üzenni. A fontos dolgokat, hogy kiszart oda. Nincs egy summázott életigenlő üzenet, valami, amit a kicsi Ferinek és a kicsi Eszternek elküldenél, hogy tapasztaltabb legyen. Ne dőj be. Ne dőj be annak, aki azt mondja, az új krumplinek. Az új krumpli, jó, az is tele van szénhidráttal. Én azt írom, hogy nem a te hibád. Azt tudom írni, mert hogy nekem nagyon sokszor az volt az érzésem gyerekkoromban, hogy amik történtek körülöttem, tudod, események, hogy úgy, miközben nem
volt hozzá közöm, tudod, de mégis én éreztem rosszul magam miatt. És hogy így mit tudom, hogy veszekedések, vagy így egyáltalán, vagy hogy... Aha, tehát a gyerekként magadra vetted. Aha, igen, igen. De hogy itt azért írnak jó dolgokat, amit maguknak üzennek az emberek, például tök jó üzenet, kerüld el az online kaszinót, de jó messziről. Nyilván van egy komoly trauma ebben, amin ő végigment. Szülés után ne várj 3,5 évig, hogy kidobd azt a szaszt, tedd meg hamarabb, jobb lesz. Ugye? Hogy ezek azért ilyen kis fontos üzenetek. Ne te legyél a vicces gyerek a suliba, inkább tanulj üzeni magának valaki. Ez is egy tapasztalat. Megugorhatatlan szerintem. Ilyet mondani egy gyereknek, nem? Igen. Inkább tanulj. Inkább tanulj. 18 évesen laktózérzékeny leszel, Péter, ne foss 2 évig mindig szívesen. Csald meg a barátnőd, ő úgy is megteszi. Ilyet én is bántam amúgy meg. Na látod? Hát mindenkinek van meg, ilyen. Csak nem érzem ilyen kardinális kérdésnek. De ez is cuki üzenet, nem? Minél hamarabb legyen, minél több gyermeked. Ne házasodj, hogy meg, amíg nem vagy 30, te barom, utóirat nyugi lesz nagyobb is. Zoli. Zoli küldte nekünk. Cili után ne epekedj. Mástól lesz 2 gyermeke, és elhagyja magát szívesen. Júj, de jó, mástól lesz 2 gyerek, és elhagyja magát. Ez is szép üzenet. 2010-ben vegyél minden pénzedből bitcoint, ne veszítsd el a CD-t, Szeki küldte nekünk. Kedves F, aki egyébként nő, ne feküdj le ennyi pasival, az anyádéktól nem megkapott szeretetet, nem szerezheted meg a pasikon keresztül. Milyen szép üzenetek azért ezek. Apuval legyél sokat, sokáig nem fogsz tudni, kitartás kis haver. Na, ez is nagyon komoly, ezt üzeném, vedd fel a kapcsolatot a gyámügyel, és vitesd el magad. Azért ez is milyen üzenet, mi? Milyen kemény. Sorsok. Az esküvői fotódon az árnyék szarv nem véletlen, hanem jel. Képzeljétek el, van egy ismerősöm, akit hát így megcsaltak, és úgy tudta meg, hogy a munkahelyére küldtek neki egy szarvat egy dobozban. Az kemény. És olyan munkahelye van, ilyen közalkalmazott, hogy ha csomagot kapnak, kibontják neki. Kemény. Most az egyszer a szívedre hallgass, ne az anyukádra. Fú, ez is milyen kemény, nem? Ne hidd el a Covidot, írtó nagy blama. Hát, az is jó, hogy őszödön kapcsoltast ki a telefonokat. Jó, de nagy duma. Igen, mindenkit nézzél át egy detektorral. És mielőtt özödre mész, állítass fel egy fémkaput. Hidd el. Hidd el a tencsiket. Hidd el, hogyha elveszed a telefonokat. Igen, akkor jobb jár. Szinonimus szótár. Balázsék! A Rádió Egyen! Na! Na de na! Majd na, hívjuk a nap hallgatóját még így a nap végére. Csak előtte meg eltöröm a fülesemet. Jó? Jó. Felvetted? A telefon nem, mert nem őt hívjuk, nem ja? A nap hallgatója. Hát fel. Na most. Na megnézzük, hogy számít-e ránk így 10 perccel 9 vagy 10 óra előtt. Nem számít rá. Hey, számít! Jó reggel, ciao. Király. Hogy hívnak? Sasu vagyok, sziasztok. Sas? Sasu, várjál, ugye te is üzentél, vicces formát választottad, Balaton összödön, kérd el mindenkitől a telefont. Ez volt az üzeneted. A nagy Ferkó ezt üzente a kis Ferkónak, igen. Jól van, figyelj ide, megmutatjuk, hogy mit nyertél, van egy ajándékod, ugye? Gratulálunk! A nyereménye egy 4 napos párosbérlet a Városligeti Oktoberfestre a Concord Electronics ajánlásával. Na mit szólsz? Ihasz, mint az Október Fesztivál. Ez jól hangzik. Köszönöm szépen. Jól van. Merre hallgatsz minket? Köszönöm. Svájcban vagyok. Na akkor neked tök jó. Svájc. Igen, megy hozzád a Balázs. Igen. De igen, jó, oké. De holnap már otthon vagyok, úgyhogy csak kiúrottam. Ja, mit csinálsz? Miért mentél? Kamionsofőr vagyok, kamionozok. Ja. Akkor majd lehet, hogy Balázs, neked kell hazahoznod. Kamionnal? Bevásároltál Zürichben. Igen. Köszi, hogy minket hallgatsz, küldjük az ajándékot. Lehet, hogy egy kicsit későn érünk haza, de attól elviszik, bevállaljuk. Igen. Köszi, ciao. Köszi. Hello. Na jó, a gyerekek, csibősnek néz ki ez az idő. Mit láttok? Maradics. Igen? Optimistán tekintek a jövőbe. Hogy van ez itt most, kérem szépen? Jó időt mondtak mára. De jó idő, süt a nap, az elég, hogy süt a nap, jó. Napos 15-20 között. De ez a legjobb, ez az indián nyár, amikor kifekszel, kicsit diderekszel, azért süt rád a nap. Igen, én ma bringázni terveztem az erdőbe, úgyhogy legyen jó idő. Mennyire csak, persze. Igen. Le van adva, mert néha elesik, és olyankor ki kell hozni.
Igen. Megyünk ki, tehát ne aggódj, nyugodtan csörögj. Mentsetek meg, ha nem jelentkezem, ott fekszem valahol, jó? Én megyek játszóterezni. Prédikáló szék, dobogókő, errefelé vagyok megtalálható, jó? De ez nem messze van innen, dobogókő? Hát nem, innen jó, mindent tekerek. Jó, de kocsival fölmegy, hát tudod, ja. Az a bőbiciklizése. Igen. Feltekerek, körbenézek, csinálok egy fotót dolgokön, és visszajövök, tehát hogy nagyjából ez a... Ez a program. Na, hát akkor ott nem fogunk találkozni. Ott nem, valószínűleg nem. Én nem megyek dobogókőre. Jó. Jó? Nem mész az éttermed? Mész fogsz csinálni? Nem, ma megyek a fiammal motorozni, mert levizsgázott. De menő. Nagyon. Nagyon jó. Vigyázzatok magatokra. Vigyázzunk nagyon. Holnap itt találkozunk. Benézünk. Jövünk. A munkahőse leszel lassan. Minden héten háromszor. Na komolyan mondom, nagyon rendes vagy. Hónapok óta így van, de semmi baj. Puszi, sziasztok, jövünk holnap. Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.